Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlva pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello! Hello mindenkinek! Hello, jó reggel! Jó, hát tehát a tegnap délután meg este nekünk nem. Hogy vezetős, hogy nyomjon? Féljetek, borzalmas volt. Az eső miatt? Hát... Kimész, zuhog, bemész. Hát kimész, zuhog, bemész. Jó van Feri, akkor csinálj, mint akarsz. Az én délutánom este az kb. Ilyen volt. Figyeljetek! Lehet zárt helyre menni. Aha. Végre! Hát érted, jó, most... Oké, essen, mert hogy meleg van, meg hogy borzik a beton, meg hogy kell a fűnek, meg hogy spóroljunk a vízszámlával, de egy havi mennyiség másfélszerese esett le Budapesten, utána olvastam egy picit a dologra, kíváncsi voltam már rá, hogy mondom, de elég régen volt már ilyen, hogy ennyi esett. És jó éreztem. Jó helyen tapogatózó, valóban így van, valami brutál egy hetes vagy egy havi mennyiség esett le. Egy havi mennyiség. De még nincs vége. Na, jó van. Adjál még meg. Tudtam, hogy a felhők mögött ott van a nap, de hogy... Nem, mondanám, hogy tarts ki, megtartson ki a család, de ma még nem tud, és holnap. Holnap? Visszatér a jövő. Ma még esni fog, ma még borongós esős idő lesz, de holnap nem lesz jó. Na, nektek itt van, tessék, a Pisis Margit. Mondtam tegnap, megmondtam. Mindegy, hogy hívják, de hogy menjen már MV-be, vagy hantolják el. Jó, mi ráadtunk a gyerekre egy gumicsizmát, és végre eljátszhatta azt, amit mindig nagyon szeret. Jöttünk, mentünk, beszereztünk mindenféle dolgot, ő pedig az összes pocsolyába begázolt, úgyhogy rommázott közben. Jó, de mivel meleg volt, na, de 8 órán keresztül megállni a pocsolyában, az már neki is biztos várasztó. Igen, egy idő után már nagyon kijött volna, de nem akartuk. Szóval, hogy én kicsit rájöttem, hogy néha bírom a rossz időt, és megfejtettem, hogy miért. Tegnap megint gondolkoztam. Na. Azért, mert ha jó idő van, hatalmas kutya szőrén él. Kapaszkodjatok. Nem, ha jó idő van, akkor egy csomószor elkiismeret furdásom van, hogy nem csinálok semmit. Aha. És azon szoktam gondolni, érted? Azon szoktam gondolni, hogy jó idő van, most én még itthon alszom, mert reggel hosszú volt, meg mit tudom, én sokat melóztam, meg értekezleten, hogy itt alszom a jó időben. Ahelyett, hogy csinálnék valamit. Hmm. Amikor rossz idő van, akkor ez elmúlik. Esik. Azt gondolom, hogy úgy sem maradok le semmiről. És ezért jobban hát szeretem érti. Néha a rossz időt, érted? Mert nem nincs, rossz, ez a, nem rossz. Nincs ez a, itt a gyerek óviba, el kéne menni vele valahova, mondjam, hogy két hetet itthon van, program, mindig ez a mit csináljunk, tudod, le kell kötni. Menj, reggel fölkelk rájuk, esik az eső, jaj, de jó. Mert akkor az ember kicsit megnyugszik. Meg tudod van az esőre alibi. Fogni. Van alibi. Benni, hát nézd. Az eső, nem tudom sehol menni. Hát, hogy esik az a rohadt eső? És a gumicsizmát sincs, meg dumálni. Most ennek ellenére, tegnap 2,5 órát sétáltunk arra, ahol mi lakunk, meg csigát gyűjtöttünk, meg Orbit rágós dobozba tettünk 2 csigát, szegények, nem biztos, hogy ma reggel már olyan jó. Igen. Levelet és most van neki. 4 raklap csigátok lent. Igen, levelet szedtünk neki, és falevelekkel etettük. Mit teszik egy csiga? A kb. Ezt. Aha, füvet, falevelet. Füvet? A jó van, abból kapott bőven. Társat szereztünk neki. Vannak olyan kultúrnövények is, amiket nagyon kedvel, de nem annyira örülnek neki a kertészek, úgyhogy dobd át a szomszédnak. Nem, ez engedd vissza a szüleihez, ez mindig nagyon jó. Amikor már nem tudok mivel hatni rá, akkor mondom, hogy gondolj bele, Benni, mi lenne, ha most lenyúlna az égből egy óriás. Leszette a kutya szőréről. Lenyúlna az égből egy óriás, és hirtelen téged is felkapna, és elválasztana a családodtól. A kutya gazdája. A kutya gazdája. Ahogy te rányúltál erre a kis csigára, aki ott üldögélt a fűben. Mert ő nem találkozik többet az anyukájával, meg az apukájával. Vissza kell vinni. És akkor ezzel látom, hogy nagyon elgondolkozik, és mondja, hogy hú, apuci, hát ez nem lenne jó. Úgyhogy irány Sárvár, mert őt még ott szedtünk. Igen, úgyhogy ledobja a csigát és rálép. Nem, és akkor ez az engedjük vissza a szüleihez, ez a végső, ezt már mindig csak akkor dobom, amikor érzem, hogy már nincs más, de ez nagyon működik egyelőre. Úgyhogy meg is keresitek anyut? Vagy ne, elengedtük és hadd menjen a kis csiga. Ezt akkor csinálod, amikor már hallod a csigának a sikítását. Igen. Már látszik rajta, hogy már nem is kommunikál, hogy csiga nem szokott. Ezt valahol érden szedtük össze, és megvannak a stádiumai, hogy mikor mondom azt, hogy amikor már nagyon sok levél volt rajta, már füvet is gyűjtöttünk a kis rágos dobozba, és ezért csak mondtam benne, hogy berepett a háza, és ott éreztem, hogy, hogy eljött az idő, hogy a csiga visszatérjen az édesanyjához. És akkor ott nagy könyörgések közepette elengedtük valahol. Olyankor még egy ilyen gyógyítást bedobhatnál, hogy ragasszuk meg a házát. Még ragasszuk meg a házát, igen. Akkor még találjunk neki társcsigát. Belefújsz a házába, hogy kihorpadjon. Ki? Rájöttem, egy csomó minden nem tudok a természetről egyébként. Annyi mindent kérdez a Benni, hogy miért van az, hogy egyik csiga meszten csiga, a másik nem. Azon kívül, hogy az egyik ilyen fajta, a másik nem, úgy tudod, az még hogy megpróbálnál tovább. Igen, elvesztette a pert az OTP-vel szemben, és kirakták.
vagy hogy eszik-e mást a mesztelen csiga, mint a sima csiga? Mitől fiú csiga, mitől lány csiga? Hogy szaporodik a csiga? Miket szoktál bedobni? Tessék? Miket szoktál bedobni? Nudista. Mindig valamit, megpróbálok valamit kitalálni. De soha nem hagyom választ nélkül. Oh, mit bajba kevert a fiú-lány kérdésre, az érdekel. Hát, hogy van fiúcsiga, meg van lánycsiga. Aha. Hát ezt. Aha, jó, tudod, hogy félrevezeted. Persze, mert ez valami kettős. Igen. Ahogy akar ilyen, akar olyan, amilyen napja amire van. Amire szükség van. Igen. Ami kell. Amit elő kell húzni. Így. De ha amire szükség van, és a két csiga találkozik, és mind a kettő fiú, akkor az egyik változtat? Igen, akkor egyik lány. És ha mind a kettő változtat, és mind a kettő lány lesz, akkor megint változtatnak, és így állnak egymáshoz szemben, és folyamatosan változnak? Ne szórakozz már, mert most mondod, változz már vissza. Igen, hogy miért én változok? Te változ, hát akarsz tőlem valamit. Nem, én akarok tőled valamit. Na mindegy, szóval lehet is, ahol két csiga van, ott biztos, hogy ott kellene Bóbitának is, mert őrzik az álmát. Igen, igen. Úgyhogy igen, a rossz idő ellenére bókláztunk, de ma még ilyen idő lesz, de kicsit egyébként nem baj. Lehűl a ház, lehet aludni, én kedvelem. Az ennek náluk ugye nem túl nagy a lakás, és amikor már bárki szól hozzád, úgy válaszol, mi van? Apa, mit akarsz? Mit akarsz? Takarodj! Tehát amikor már mindenre ez a reakció. Ki az? Lefekvésült elnézést kértem. Mindenkit. Igen. Komolyan, hogy rajtad egy picit, hogy picit én... Megfigyeljetek. Nézem a fórumokat, tehát, hogy esővel kapcsolatban. Régen is volt ilyen, nem volt. De jó, hogy végre esik az eső, utálom a nyarat, mert látja, hogy felette tizen azt írják, hogy nagyon szép volt az elmúlt egy hetes, mit tudom én kis napsütés, meg de jó, meg nyár, meg kivettem a szabadságon, meg stb. Ő tizediknek csak azért is beírja, tudod, ez a de én nyilván azt szeretem, hogy eskötesről. De tényleg fórumokat olvasgatsz az esőről? Szereti. Az ideális portálokon. De hozzászólásokat. És akkor megnézem a hozzászólásokat, hogy mit mondanak róla az okosok, illetve hogy állnak hozzá az emberek, hogy mindenkit zavar, vagy csak engem. És aztán látom, hogy 9 ember tényleg marhára zavar, hogy már mindenéből csavarja a vizet, és egyébként minden meg kiörül neki a rizstermesztők. Hát olyan túlságosan sok van a környékünk, de nincsenek. De azért tizediknek látom, hogy csak azért is beírja, hogy de jó. Nincs melegem. Így van. Jó, de gondolj arra, amit én mondok, hogy csak fürdik a kutya. Nekem nincs ilyen fan. Fürdik a kutya. Szólj föl a kutyának, hogy hagyd már, gyere már ki a vízből, te rohadj. Mit is szokott mondani, Balázs? Ja, igen, fürdik a kutya. Igen, a kutya, ja, igen, víz is, akkor az óriás lenyúlt. Az kutya, kutya kozmetikushoz ment a kutya, vagy csak... Valami hosszabb fürdőzés van most. Csak hogy lehet, hogy alapot teljesen máshogy lehet, hogy itt lent a kutya szőrén, ebben a mikrovilágban, a mikroorganizmusoknál máshogy telik az idő, és a kutyának ez egy perc ezen a szinten, mint Ez már hetek. Igen. Beszaladt a vízbe, tehát, a botért, amit a gazdája bedobott neki, mert ott egyébként nyár van, és most kint játszott a folyóparton. Jó. De holnap kijön a kutya a vízből. Holnap kijön a kutya a vízből, és kicsit kifekszik. Aha. És fekszik néhány napot, nekünk legalábbis napot a napon. Úgyhogy holnaptól újra jó idő van. Jó. Meleg lesz és büdös. Ha nagyon erős kutyaszagot éreztek, csak azért, mert a kutya kijött a vízből. Ja, gyerekek, megint betapadt egy dallam, és egyszerűen megőrülök tőle, és azt mondják, hogy meg kell hallgatni. Júj, de izgulok! Júj, mi nagyon tapadás! Erre keltem, és nem tudom kiverni a fejemből, igen. Sunshine, moonlight, de hát ezt még meg tudom jegyezni. No rain, no pain. No. Igen, ilyet is íratnának. Nem szoktatok így felkelni? Én kellek csak egy hülyén, és mosom a fogam, és erre gondolok, hogy jött nekem ez a full moon-dal. Sehol nem hallottam, nem szólt a rádióban, szerintem ezt nem játszák nagyon. Pedig ez egy jó dal egyébként, szegények. Mikor hallottad utoljára? Nem tudom, ez csak egy beugrott, fogalmam nincs. De megnézzük most, hogy terápiás jelleggel működik-e, hogyha meghallgatom, akkor elmúlik. Nem keltek dallal soha? Semmivel? De. Sunshine, moonlight, suck my... többire nem nézem. De ez is egy dal. Na mindegy, jó. És képzeld el, hogy egy 80-as évek óta azt cseng a fejembe. És nem tudod kiírni. Csoda, hogy hidegbeteg vagy. Csak így berakom a magunknak, jó? Így beszélgetésre. Hátra. Moonlight. Mindjárt megkeresem neked azt is. Figyeljetek, ezzel a Benkős ügyel kapcsolatban nekem lenne egy kérdésem, vagy egy igényem. A taxi hogy versus igen, versus akárki, tehát hogy valaki valakit valamiért, és hogy valaki állít valamit, a másik meg az ellenközét állítja. Szóval, hogy most mindenhol ezt lehetett egy 2-3 napon keresztül, gyakorlatilag mindenhol. Mi is beszéltünk róla, hogy az érintett feleket mi is megszólaltatok, sőt, nálunk szóltak először. Igen, ezt nem mindenhol jelezték, aztán miközben megírták a sztorit,
Nem, mert ő már vasárnap este beszélt velük, ja, tudod, csak ja, akkor persze, még nem tud újságot írni belőle. Mi mindig szoktuk ugye mondani, hogy mit hol olvasunk, de hogy mit hol hallanak, ezt mások már nem annyira jelzik, de nem baj. Hogy ilyenkor a végeredményt is meg tudjuk majd ugyanilyen intenzitással? Nem. Tehát, hogy mert én azt például tökre igényelném, nem? Hogy, mert ilyenkor mindenki bemegy mindenhova, mindenkit megkérdeznek, és akkor elmondja, hogy szerinte hogy volt a dolog, és akkor tényleg a csapból is ez vagy. De utána, amikor kiderül például annak a vérvizsgálatnak az eredménye, hogy akkor most ivott a művész úr, vagy nem ivott a művész úr, vagy hogy a taxis ténylegesen olyan szavakat kapott így a fejéhez, mint amilyeneket állít, meg hogy ilyenkor meghallgathatom annak a diszpécsernek, mert hogy értitek? Hogy egyébként... Hogy érdekelne, hogy mi van. Érdekelne, hogy mi lesz a dolognak a végkifejlete. Hát figyelj, ez jó, amit mondasz, egy csomószor. Nekem van egy 4-5 ügy a fejemben, aminek nem tudom a végét, és nagyon várom, hogy valaki egyszer elmondja, hogy mi a végem. És nem akarok ilyen komoly dolgokkal foglalkozni, ott ez a nagyon durva soroksári eset. Igen. Azok, aha, igen. Hogy most akkor... Horzolta a kedélyeket hónapokig, csönd, néma. Csönd. Igen. Nem áll elő a rendőrség az, hogy megtáltuk, nem táltuk, lezártuk. Nyomozunk. Nem tudod, hogy mi van. Nem tudod, hogy mi van azzal a nővel, mi van vele, vagy nyomasztottak vele, mindegy, hogy fogalmazunk. Igen. A családdal, az apával. Erről hallottunk. Nem tudunk. Nem erről tudunk. Olvastunk. Igen. Ezt láttuk mindenhol. Még tudnék öt ilyet mondani. Mi a vége? Azt tudjuk csinálni, hogy fölhívjuk a taxisofőrt. Én nekem még mindig továbbra is felé billen a mérleg. Bár tudom, hogy nem szimpatikus őket szeretni. És nem azt mondom, hogy megkeverni egy 60 vagy 70 éves ember, de az elmondottak alapján én most jelen pillanatban inkább a taxisofőrnek hiszek. A módszerrel nem biztos, hogy egyetértek. De egy hónap múlva felhívhatjuk. Uh-huh. Ő tudni fogja, hogy kiadták mondjuk a diszpécserrel a beszélgetést, és tudni fogja, hogy mi volt az a beszélgetés, és szerintem nem fog hazudni, és el fogja mondani, hogy egyébként nem tudom, hogy ugye kiengedték, lezárult a mit tudom én, a nyomozati szakasz, hát nem lesz ebbe vádemelés, mert semmit szerintem, ez nem hiszem, hogy ilyen lenne. És elmondja, hogy mi van. Aha. Vagy mondjuk a Benkőik, nem tudom, módosították a vallomásukat. Hát ezeket most még biztos azért nem lehet elmondani, mert nyomoznak, nem? Hát tehát, igen, hogy hát igen. Igen, persze, igen, de van egy-két olyan ügy, ahogy Balázs is tudott rá, aminek már végének kellene, hogy legyen. Ja, ami egyébként már évek óta húzódik adott esetben, és ha kell, ha nem ezekről hallasz, olvasol, látod, tudod. Nem is, akkor néha fogsz, nem is akarod. Igen, akkor fogsz olvasni róla címoldalon, ha az újságírónak még valamit sikerül belekeverni a dologba. Érted? Tehát amit ő még szem, mert ez most szenzáció, hogy megverték az Omegát. Tehát ugye érdekes volt az első hír is róla, ott ez föl sem merült, hogy a taxisofőrt... Nem, tényként közölték. Igen, tényként közölték, hogy volt egy bunkó taxisofőr, aki megvert két öreg mi ember. Beszéltünk róla először, hogy gyerekek, itt valami nem stimmel. Hogy itt nem, akkor még nem szólaltott meg a taxis, de már mondtuk, hogy ez nem, valami nem kerek ebben a sztoriban, hogy áll két ember, azt mondja, hogy szeretnék egy taxit. Persze, uram, két perc ott van, kiszáll valaki, és állba veri őket. Tehát itt valami nem stimmel, és erre csörgött be ugye aztán a taxisofőr. Nem tudom, hát tartsuk rajta ezen ügy ütőerén a kezünket. Szerintem tök jó lenne, mert akkor tényleg legyen a mondat végén egy pont, mert ilyenkor azt érzed, hogy nagyon fönnmaradt a hangsúly, és akkor így várod, hogy akkor derüljön már ki valami, főleg az ilyen esetekben, amikor ennyire egymásnak ellent mondanak a résztvevők. Hát és valaki tényleg nagyot kamuzik. Most hát, egy variáció nincsen. Egy címlap még lesz, hogy ki hazudik. Igen. De utána, hogy mi lett a eset vége, azt majd a negyedik oldalon olvashatod. Mert az megint hazudott a taxis, hazudott a Benkő, ha akárki is hazudott, azt még megírják, és utána a vége az a harmadik oldal. Ez olyan, mint a bocsánatkérést tudod az újságnál, hogy címoldalon lehoznak valamit, ami nem igaz, majd mondjuk pert nyersz ellenük, és akkor a 14. oldal aljában, kettő sorban valótlan lapunk 2012. harmadikon, negyedikén valótlant állított Sebestyén Balázsról. Csak azért írtalak téged, vagy mondtalak téged, mert hát érted. Igen. Igen. Ugye? És akkor az ott és van. És akkor így ennyi. Ennyi. Mindig így szokott lenni, ez ugyanígy lesz. Na mindegy, jó, meghallgatjuk. Majd tényleg egy hónap múlva írja meg valaki, vagy írjuk föl, aztán visszatérünk rá. Én kíváncsi vagyok, hogy mi van egyébként. Hogy akkor most tényleg kívántod kit és miért, nem? Uh-huh. Igen. Na jó van. Hogy állunk a mi játékunkkal? Mi van? Tegnap valami nagyon véleményes dolgot csináltunk. Nem csak... véleményes, hogy kimondta a játékos az igent. De? Mi csináltunk? Adtunk ajándékot, mert jól játszott. Mert egyébként jól játszott, kihúztunk egy volt. Percet, úgyhogy adtunk ajándékot. A hűségért. Így egy-egy most a magad hűség ellen való játék. Mert te játszottál hétfő kedden, és ma is. Miért van ilyen csütörtök péntek érzetem? Nem tudom. Én sem. Menni haza. Nem is azért, hanem hogy olyan valahogy nem, ez a hétközepe nem tudom, olyan érzésem van, hogy meg közelebb lennénk a hétvégén. Nagyon fura. Ennél furább csak az volt, amikor tegnap este megnéztem egy videót, amit egy Krisztián nevű kedves hallgatón küldött el, és nem fogjátok kitalálni egy Balázsónak a felvétel. Na, és arra hívta fel a kedves hallgató a figyelmünket, hogy
hogy felfedeztél te ott abban a műsorban valakit úgy, hogy nem is tudtál róla, hogy felfedezted. Mert hogy a mögötted lévő sorban hajjal a fején Alekosz ült. Ne csinálj tőle! Figyelj! De hogy ezeket meg, emberek megnéztem, hogy veszik észre? Én nem tudom. De és ráadásul ez a Balázsnak nem is egy ilyen kezdeti korszaka volt, hanem mit tudom én a Zenit, vagy én nem tudom minek nevezzem, tehát hogy már látszott rajtad is, hogy már más volt, hogy a frizurad már nem a függönyhaj volt, meg az öltözködésed is ilyen kezdett javulni. Úgy mondom, hogy keresett elegancia volt, nem keresetlen. Igen, ott még, de azért ott még igen. És a mögötted lévő sorban Alekosz tapsolt. Komolyan? Ott tapsolt Alekosz, hajjal a fején. És ezt vajon visszanézte az ember, vagy ő visszanéz mindent itt 10 év után? Igen, meg az a fura, hogy ilyenkor nem Balázs nézi, amikor beszél, hanem mögé néz. Hát én ezt a Rózsa Gyuri sem tudom, hogy hogy tudsz valakit észrevenni az M3-ason, hogy valaki ott tapsol közönségbe, sőt, még föl is tudod venni. Ismétlik most valahol a műsort? Ja, hát ez szerintem az amíg televízió van. Aha, az ránk nem vágnak egy bombát, és nem szűnik meg a hegyen az antenna, az valamelyik RTS közeli csatornán, az biztos, hogy ismét. Olyan, mint a Titanicról szóló újságcikkek, meg műsorok, amíg a világ világról írni fognak meg minden. De hogy érdekes ez a felcsékutatás. Péter, van itt egy 20 perc, nem tudom, a Balázs. Péter, van itt a Film Pluszon egy 10 perc, mit Balázs? Olyan vagyok, mint egy jó nagymamának egy jóféle diótöltelék. Ja, tegyél bele egy kis diót. Apu, nem lehet baj. De hát ez valami egész. Na, tedd azt a diót. Jó, de nyomokban Balázsot tartanak. Igen, mindenhol ott vagyok. Ismétlik. Aha, de tök jó ez a tehetségkutatás, nem? Hogy már hogy ott volt. És akkor így nem is tudtál róla, hogy ott ül mögötted. A igen, most keresem a szavakat. Hogy most mi. Na, tapsolok mögöttem olyan ember, aki most a TV2-ben a kreatív osztályon dolgozik, elég magas pozícióban, ott üt mögöttem. Hát elest a szakma csinyert mindjárt mögötted. Hogy ott tapsol mögöttem, érted? Hol dolgozik most? Ott a TV2-n, nálad. Kreatív osztályon. Igen. Majd elmondom, hogy tényleg? Persze, ott tapsolok mögöttem. És mondtam neki, figyelj kis srác, itt minden magad beszéltet. Ott szívtad a tudást. Tessék? És az első néhány ötlet mi volt? Most jól lenne a Balázs háttal. Igen. Új oldaláról mutatjuk meg. Tapsolt egy ideig, átment, aztán megcsináltak a Barbarasok. De igen. Azért nem, még nem az ő nevéhez. Az első felét én is megcsináltam volna. Barbara? Vagy igen. Ja, nem, a sóra gondolt. Ja. Sör. Igen. Na jól van. Oké, nézzük akkor meg, hogy ki az, aki jelentkezik játékra. Jó. Sasu írt nekünk, lehet, hogy őt hívjuk. Hosszú évek óta először nem felvételről hallgatlak benneteket. Végre játszhatnék veletek. Bármit. Hát akkor egy bármit. Tehát akkor kanasztázni. Igen, egy jó kanaszta, de szeretek kanasztázni. Jó, lehet jelentkezni játékra, egész nyugodtan, jó az SMS számunkra, Anna választ játékost, mi pedig jövünk a hírek után. 6:50, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És játszunk valakivel, jó, 2-0, vagy 1-1? Mert egy-egy. Most nem tudom, megzavarom a tegnap. Egy-egy van jelen pillanatban, és már itt is van a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Zsuzsi nagyon csini. Aha. Nagyon. Robi is nagyon csini. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Hello, jó reggel. Szia. De jó, hogy így telefonon keresztül hallgatni. Uh-huh. Igen. És ha még látnád is, amit mi látunk. Bizony. Hát, mi van a tévében? Sanyi, te vagy? Igen, én vagyok, Sanyi. Hello, Sanyi. Te írtad nekünk, hogy általában felvételről hallgatsz vissza minket. Így van. Uh-huh. Ennek mi az oka? Hát ennek az oka, hogy sofőr vagyok, és hétfőtől péntekig külföldön tartózkodok. Általában akkor szoktam kilépni az országban, amikor kezdődik a morning show, úgyhogy nem nagyon tudlak benneteket hallgatni, csak következő héten felvételről. Minden egyes nap ugyanúgy, ahogy élőben vagy. Aha, és akkor utána hazamész, és délután otthon felvételről visszahallgatod? Nem. Hétvégén vagyok itthon, és hétvégén letöltöm, és a következő héten hallgatok meg. Ja, és akkor azt szól a kocsiban leszeded, és akkor azt tudod hallgatni. Na, de most akkor élőben játszunk, és majd visszahallgatod magad felvételről. Hát, még ezt nem tudom, de most élőben itthon vagyok, úgyhogy igen. Na, szabadság van? Nagy mázni. Nem szabadság van, hanem most egy magyar lerakón van, itthon raktuk le.
és így gondoltam, hogy megpróbálok egy játékot. Jó, kivel szeretnél? Hát mivel én nem hallgattam még a hetet, és nem tudhatom, hogy te játszottál hétfőn és kedden is. Ez így van. Ne szabadkozz. Ez így van, igen. Ez kicsit meginnám a támat, ha lehet ilyet kérni. Ezért vele szeretek játszani. De mi van? Szeretnek. Ennyi a népszerűség. Ennyi. Most mit pattintod le magadról? Én nem pattintom, a csak kérdezem, hogy hétfőn is játszottam, kedden is játszottam, nem pihenhetek meg? De nyugodtan, majd délután. Majd a hetedik napon. Jó. Legyen így, Sanyi. Mehetünk? Kezdhetünk. Jani? Sunshine. Ja, bocsánat, csak letapadt. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezel? Hallgatlak. Kérdezek. Ha már így bejött ez a reggeli játék, jelentkezhetnék a többi játékra esetleg? Hát aki egyszer játszik, utána nehezebben tud már. Általában egy játékos egy nap egyszer játszott csak. Hát most ugye lehet, hogy az egyetlen adás ebbe a vélben, amit élőben tudok hallgatni. Ez így van. Felvételre nem nagyon tudok jelentkezni. Hát, itt a vége, pusse! Pedig ügyes! Ügyeskedő! Éreztem, hogy ki fogod mondani. Pedig jött még a reggetek kérdés. Igen, csak annyira mondtad, nem is nagyon tudtam mit kérdezni, hogy mondtam, kicsit megnyugodtam, hogy jó van, ebből nem lehet baj, ha valaki jelendülettel tolja, ott előbb-utóbb hiba van. Igen. Így jött. De jó, az 20. másodpercig ez jó volt. Jó. Egyébként. Akkor majd egy Owen bácsi, Beron néni esetleg. Igen, aztán hármas ugrás, és végül te leszel a naphallgatója. Igen. Sipa meg egy Sanyi, szia Sanyi! Igen, hello Sanyi, mi van? A naphallgatója Sanyi, hello Sanyi. De igen. Akkor ígérem, hogy többire nem jelentkezik. Tehát többet nem jelentkezik idén. De hát inkább osszuk el egy évre, mint hogy egy nap besűrítsünk így téged. Jó, az kicsit talán feltűnő. Július még tudsz, akkor októberben meg egy decemberit. Igen. Megjelentkezhetsz, csak ne ragaszkodj nagyon a keresztnevedhez. Igen. Bár Anna amennyire precíz még a számokat is írja. És ha valaki nagyon sokszor jelentkezik, az tiltó listára kerül. Hát hát attól, mert te még messze vagy. Na. Akkor egy hozzászólás esetleg, vagy valami ilyesmi. Jó, hát figyelj, hát SMS lehet írni, azt tudod, azokat én beolvasom már, amiket látom, mert nagyon sok jön. Most akkor pihensz egész nap? Nem, dolgozok ma is. Most is ma melózol. A lerakóhely környékére csak tartok. Belföld. Uh-huh. Mit viszel? Hát én ilyen fürdőszoba felszereléseket szállítok, de vegyes. Uh-huh. Valaki ilyen felújítás? Ja. Fürdőszoba? Most nem. Csempe, meg ragasztó, meg mi? Szaniteráru. Hát nem, inkább ilyen csaptelepek, esmik. Aha, és újak. Tehát, hogy nem a lerakóhely, nem egy erdő szélén van. Nem, a gyárból legyen. gyárból viszed. Jól van, oké, hát köszi a játékot, akkor hát játszunk majd még. Jó? Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszi, ciao. Hello. Szia. Nincsenek mögöttem, hálás. De csak googolnak. Ja, ha betapadjon be mindenkinek. Egyébként nekem már jobb. Már hogy úgy már nem, már nem durva, hogy jöttem, meghallgattam. Igen, hadott az áponyanek le. Na mindegy. Jó, van egyébként játssza más rádióket, ahogy hallottam. Aha. Igen. Lehet, hogy milyen szerencsések. Mindent találtuk. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t meg közlekedési hírt, hogy mi helyzet az utakon, illetve mit írtak nekünk hallgatóink. Azt mondja, hogy M0-ás gyári lehajtó után az M3-as felé szalagkorlátnak ütközött egy teherautó, a belső sáv nagyon sáros lett, a sérült autó a leállósában van, csak óvatosan ezt R32 küldte nekünk. Köszönjük szépen, baleset a 8-as főút 114-es kilométerénél Jánosházánál, egy autó és egy teherautó ütközött, az autó az áróban, a rendőrök irányítják a forgalmat egy sávon, ezt Hege küldte nekünk, valamint van egy trafi az M3-ason a 185-ös kőnél Budapest felé, ezt Hári üzente nekünk. Bizony. Rossz az idő, esni is fog még, 2-1 ide. Szép reggelt mindenkinek! Hát 2-1 ide, nem úgy, mint 6-0 oda, vagy 6-1, ugye? Na majd azért erről beszéljünk egy mondatot. Én belenéztem tegnap, gyerekek. Nagyon... Én oda keveredtem valahogy. De nagyon megalázó volt. Nem tudtam, hogy kik játszanak, és megláttam, hogy hun portugál, és mondom, ez micsoda? Hát itt vannak. Hogy van ez? Nem nagyon követem a futballal kapcsolatos eseményeket, csak mi ma játszom, van barátságos meccs, van a VB után, szegény portugálokat itt még nyúzzák, hogy jöjjenek el Magyarországra. Mi is elverjük őket. Mi is elverjük, hogy jöjjenek el Magyarországra játszani egy barátságos meccset, és aztán rájöttem, hogy hát jönnek. Ez az U19, a Dasboot. Igen.
Aha, az az ugye, akik ilyen, hogy majd ők lesznek jók. A jövőnk, Feri. Under. Aha, értem. Under 19. Így kérdeztem, hogy... Vagy Under 21, már nem tudom mi. A reményszeri jövő. Under 19. Bizony. Hát a mésző nyilatkozatára azért ilyen majd vetnék, 20. Vetnék egy pillantást, mert... Igen. Mondott néhány mondatot a mésző, ami nagyon tetszik. Mondott? Mondott néhány mondatot. Nem sipolták? Lett volna mit? Egy-két mondatot szemezgetnék ebből a kis nyilatkozatból. Az U19-ért is ő felelős? Hát most hogy ne, ő a kapitány. Mindennek a szövetsége. Nem, hát ő ennek a csapatnak. Ja, ennek, aha. De vajon mi lehet a munkája az utánpótlás gondozásnak, nem? Ha ilyen az utánpótlás. Szörnyű. Na jó. 2 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek után itt vagyunk is. 7 óra, mint pontosan 9 perc, jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, hello, drága morincsó hallgatók. Jó kis kassza, Tibi. Jó volt ez. Ha esetleg valakinek tapadása nekem, van. Nekem ez tapad. Betapad? Nekem, de nekem csak a tu. A dudu? Ez csak a du. A beatbox? Mit fogok hallgatni, hogy kitapadjon ez? Ne kell hallgatni még egyszer, nekem elmúlt. Sunshine, moonlight, good times, boogie. Az mi volt? Michael Jackson. Michael Jackson. De nagyon ilyen őskövület. Igen. Szerintem még az Jackson 5. Azt még szerintem, azt még ő is megbántam. Bár mondjuk a Jackson 5 eddig nekem kicsit mindig olyan csapat volt, hogy ott volt Michael meg a többiek. Hogy keressenek ők is. Igen, a Fater mondta, hogy ezért, hát mondjuk a többiek is benne vannak. Michael! De még a Janet is, meg mindenki? Nem, nem, a srácok voltak. Srácok csak voltak. Jermaine Jackson. Szegények. Nem. Na, közlekedési híreink vannak. Mondanám, ha megengeditek. Na, hát, én nem ellenkeznék. M2-es Göri Samsung előtt Vác felől érkezőket méri a jár, mindenki figyeljen, mert hogy nem colstokkal. Is. Köszönjük szépen. Uh-huh. 8-as út Veszprémet elkerülő szakaszán a rendőrei nagy erőkkel demonstrálva tartanak közúti ellenőrzést. Előtte 500 méterre trafi a Veszprém felé közlekedőket mérik, ezt Bendi küldte nekünk. Nagy Tétényi úton kifelé a Soromp előtt trafipax, civil autó, civil fehér autóból üzeni Piszti, és trafi fehér Seat Győrzámoly bolt előtt. Vagy Győrzámoly bolt előtt, nem tudom. Hici küldte nekünk, köszönjük szépen. Hici és Piszti. Hici és Piszti, igen. Még Csornafehér Seat szintén, Tomi Boy üzeni, és M2-es Gödi, igen, ezt mondtam, a Samsung előtt Vác felül érkezőket méri a Yard. Sokat trafi? Nem, most nem, nyáron pihennek ők is egyébként, nem? Más dolguk van. Le, automatára állítják. Az mit jelent, hogy kirakják és vége? Aha. Ott hagyják, és este begyűjtik? Nyomnak egy ont, aztán este egy ufót. Annyira kíváncsi lennék, hogy az összes kihelyezett ládából egyébként mennyiben van film valójában? Hát én azt teszek, ki akarom az M1-M7 bevezetőjét próbálni. Uh-huh. Egy 140-nel. Ott 100-zal lehet jönni, M1-M7 oda. Ami küljesz befele? Közös szakasz, ki is. Azt hiszem, az pont villan. Igen? Igen. Ki is van rakva, hogy ott ugye trafipax, és van egy láda, de mindig a befelé menő oldalt mindig nézi. Akik jönnek befelé. És sose tudom, de mindig lelassítok. De ott én még embert nem láttam, aki mondjuk kiveszi, vagy az kábelen ebbe megy a rendőrségre egyből, vagy hogy. Nem, ha jönnek, összegyűjtik a fotókat napon. Este. Nyitja a láda, igen, a ládás bácsi. A filmet. Jó, hogy csak a szélén, hogy széjjel vigye. Egyébként szerintem nagyjából így. Aha. Én nem hiszem, hogy azt ott wifi nővöt átjátsza, vagy 3G-m. Nem? És ki akarod próbálni kölcsön autóval? Aha. Már mondtad, hogy nem, hogy 140. Stábautóval. Vagy takad le a rendszámon. Nem tényleg, hogy ez ijeszgetés, vagy ezekben van valami valójában? De van, amelyik villan, állítólag van, amelyik nem villan. Uh-huh. Tehát néhányban van, néhányban nincs, és azokat cserélgetik. De most lehet, hogy ami nem villan, abban is van, csak nem villanós. Ha? Ha, ho, ha. Villan nélkül, villanás nélküli. A villanás valami jelentősége? Ja, vaku úgy. Ja, nem, hát nem, csak érezd a nyomást. Igen, hogy... Nem, azt hiszem, az mindig villan. De most már van olyan, ami nem villan. Nincs, uh-huh. Nincs már olyan profi technológia. Most volt valami hír, hogy valami 2000 valahány szesz trafipaxot akarnak venni, és például az autópálya ellenőrző kamerát is hova? Alkalmassá akarják tenni arra, ami ugye a matrica érvényességet nézi, alkalmassá akarják tenni arra, hogy az is trafizzon. Ajjaj. Nagy a baj. Ez nagyon durva. Ez lesz az ország, ahol a legnagyobb az egyfőre eső trafik száma a bekapott potyagólok mellett U19 szinten. Hát figyelj, ez az U19, ez döbbenet. Elolvastam az adatokat egyébként. Hát ugye mi nem nagyon értünk a futballhoz. Tehát laikusként nem, de hát azért, mit tudom én, ez a 1-6 azért. 6-1-re kaptunk ki tegnap Portugáliától. Lássuk, ugye itthon, tehát felcsúton rendezték az EB csoportmérkőzést. Ami azt jelenti, hogy kaptunk... Lőttünk összesen 2-t, és uh-huh. Kaptunk eddig 9-et. Uh-huh.
két rúgott és 9 kapott góllal állunk jelen pillanatban. De rúgtunk. Az izraeliek meg nem rúgtak még egyet. Na tessék. Ez igaz. Ez igaz. Így állunk jelen pillanatban. Lesz még meccsünk? Még talán szombaton játszunk valakivel. Persze, hát még most Izraellel fogunk játszani legközelebb, ha jól emlékszem. Igen? Hát vagy ők játszadoznak velük. Vagy meg ők játszadoznak velük. Ugye annak tükrében is érdekes ez a mostani állás, hogy volt egy ilyen nyilatkozat előtte, hogy tőlünk retteg Európa és aranyesélyes a magyar válogatott az EB-n. Igen, hogy nehogy valamelyikünk megsérülje. Aha. Igen, hogy nehogy nagy komoly baj legyen. Na, Mészői Géza a válogatott edzője kiakadva nyilatkozott. Elmondta, hogy milyen a védekezés, nem tudtuk lezárni a széleket, ez az elején sikerült, aztán hibát hibára halmoztunk, és a végén egy nagyon szép mondattal zárta az egészet, levonva a konklúziót. Feri, húzz le egy zenét, adjuk meg a módján. Portugáliát akkor se vertük volna meg, ha behugyozunk. Végre valaki kimondta. Hát kérem szépen. Aha. És ha az osztrákokat legyőzzük, ez a mérkőzés is más lett volna. Igen, de nem győztük le, ugye? Hát, tehát ez a baj, hogy az oké, hogy azt mondod Portugáliáról, hogy behugyozunk, se győzzük le őket. Igen. Akkor se vertük volna meg, ha behugyozunk. Aha, de az osztrákokat se sikerült, aminé meg állítólag kellett volna. Aha. Vagy legalább egy döntetlen, igen, vagy nem. Ez a mi lett volna, ha a kategória. Igen. Ha mondjuk kevesebb fotballpálya helyén épül bevásárlóközpont. Na most az osztrákok a leggyengébbek, nem? Állítólagosan ők ott az U19-ben, hát ők tényleg nem tudnak semmi más csinálni, csak tehenetlegeltetni. Persze, a tragálat bőrbekába De nem, hát azt hallottam, hogy ebből a csapatban, ebben a mezőben az osztrákok a leggyengébbek. Állítólagos az osztrák csapatot a leggyengébb csapat. Tudod, mennyi lett a meccs végén eredménye? Hát várjál, hogy 2-0. 3-1. Nagyon szép. Ott is volt egy góla. Megnyitottuk az U19-es EB-t. Igen, a rettenetesen gyenge osztrákok eddig 6-ot rúgtak, 1-et kaptak. Igen, a hihetetlenül gyenge osztrákok, akik állítólagosan egyébként a leggyengébb. Jó, a gólarány, nekünk is most a magyar-portugálnak ugyanennyi. Na, hogy lesz ebből kiút, vagy mikor tényleg? Most komolyan, hát most tök komolyan kérdezem. Hogy azért itt építik a stadionokat, nem keveset, meg még terve is van véve 1-2, majd ettől? Vagy mitől? Mitől lesz ez a magyar futball jobb? Meg kéne kérdezni a Cejzelt, hogy genetikailag mi alkalmasak vagyunk a focira? Hiányzik-e valami kromoszómánk? Ugye? De hát valami komment. Igen, de hogy az kikopott. Valami komment. Hát ugye eltelt 50 év. Érted, a 60-as években voltunk zseniálisak, utána szépen kis, még egy darabig tartottuk magunkat, leszálló ág. Az utolsó, mi volt az utolsó? 86. 80-as évek. Hát a 86, az 30 év. Hát 30 év alatt azért kicserélődnek dolgok. Ki valami gén kiesett. Valami az elmúlt. Új nemzedékben nincs ott az a valami. Valami hiányzik a táplálkozásunkból. Nem lehet? Csak ennyi múlna, hogy kevés a szédred? Nem tudom. Ez nem csak nem jött, mert tészta nem jött be. Nem lehet megkapni kocsek nyalókát, vagy nem tudom. Mindegy, ott van a vízilabda, gyerekek. Persze, az mindig egyik labda, labda. Kicsit vizesebb, kicsit jó, meg máshogy játszák. Ott van a kajakkenu. Jó van. Az ötusában is jók vagyunk meg a vívás. Sajnos ezek világszinten kevésbé prosperáló sportok, ugye, anyagilag, meg erkölcsileg minden, vagy, tehát most azért egy kajakkenu nem tudsz össze engedni az, hogy a futballabban mennyi pénz van. De hát maradnak ezek a sportok. Tehát, ott van, ott a vízilabda. Hát tök jók vagyunk, ja, női vízilabda. Most a csajok is bejutottak, így van. Igen, ha az olimpiai érmek számát nézzük, akkor mondjuk a Londonban az osztrákok sehol nem voltak hozzánk képest. Ezek mi? Ezt csinálja utánunk a portugál U19-es válogatott, érted? Mutasson egy vízilabda válogatottat, akik ilyen jól játszanak, és ennyi ember rukkol nekik. Hát hol van a portugál vízilabda? Sehol. Futballozni egy 6 éves gyerek is tud, nem? Tessék bemászni a vízbe. Nem jó mondat, hogy 6 éves is tud, mert akkor mi 19 éveseink mérnek. Ez igaz. Na jó, de akkor úgy mondom, hogy az tömegsport, az sok embernek. Ott náluk. Ott náluk, igen. Ott náluk. Ez szomorú egy, egyébként. Viszont ez a fajta őszinteség, ez nekem nagyon tetszik. Mára mennyire mi őszintekezeljük ezt, hogy milyen nyomorúságos? Hogy milyen nyomorúságos? Így van, ha behúgyazunk, akkor sem merjük meg a portugálokat. Nekem ez tetszik. És ilyenkor nincs terv. Aha, tehát, hogy nem mondja azt, hogy átértékeltem, például a Mésző, hogy átértékeltem, új stratégia. Elveszem a hajzselét tőletek. Tessék, figyelj, láttátok ezek a srácok, hogy néznek ki? Ebben a holában nincs tetkó. Figyelj, én láttam, de igen, ebben a holában senki nem tetován. Körbe úgy jönnek ki, mint egy ilyen Armani divatdolgokaton. Tehát a külcsin már rendben van, csak a belben. Az olyan belőtt sérokkal jönnek, erre fésülve, arra fésülve, hajlak, hajfém. Mondom, tegnap néztem egy 10 perc, tehát gyötrelem volt, elkapcsoltam, tehát nem kínosztam magam. Úgy néz ki mindegyik srác, a portugálok is egyébként. Milli van egy csili-villi.
A Bross zenekar sehol nem volt hozzájuk képest. Hullám, balra fésű, jobbra fésű, villan alak, esőben tart, napban fúj, szélben nem ázik szét. Olyan hajakkal lépnek pályára, megőrülsz. Csak nem tudnak focizni. Most melyik, ha választhatnék, hogy jó hajam legyen, vagy szarul focizzak? Hát nem tudom. Mondjuk mind a kettő megvan, nem kell választani. Tehát ez a választás az úgy érdekes, hogy jó hajam legyen, vagy jól focizzak. Akkor értelemszerűen azt választám, hogy inkább legyen rossz hajam. De srácok helyesek egyébként. Kedvesek, aranyosak. Igen. De tényleg mondom, mintha egy dimat. Minden lányos anya ilyen vejeket szeretne. Igen. Nem lehet, hogy csak nyomás alatt nem megy ez valahogy. Tehát mindig, amikor nincs nyomás, jól teljesítünk, és aztán nyomás van. Mit érzel? Hát, hogy mit van egy EB, abban felhozó meccseken jók vagyunk, tavaly jók vagyunk, jön az EB, kész. Aha. Hát mondjuk azt nekik, hogy ez tulajdonképpen csak egy edzőmeccs. Tehát, hogy nem EB-re megyünk, srácok, hanem csak kimegyünk, rúgunk egy párat a portugálokra. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy a dugik tömött lelátók azok, amik frusztrálják. De hát ilyenek nincsenek. De kint van? Nem, az EB-n volt le, sokan voltak. Más meccsén? Ja. Hogy tényleg nem az lehet, hol van ez az EB, ezt most hol játszották? Itthon játsszák? Hát érzésem szerint igen. De hogy ne, hát felcsút. Felcsútom. Hát, no, ez volt felcsútom. A Alcsúti Arborétum mellett. Aha. Mindjárt. Ahol a Szent János bogarak rajzanak. Így is van. Akadémia. Hát most már ott alfett pályára már nem lehet gond. Képest. Aha. Tehát pályára már nem lehet gond, az ott jó. Az ott rendben van, hát ez a világszínvonalon. Bár Milyen? Most nagyon vizes volt, esett az eső. Van ez így, ha esik az eső? Igen, előfordul. És lehet, hogy ez volt a gond, mert ők még szárazon készültek. De akkor meg nem lenne jobb érted, ha már a vízilabdások mennének ki focizni. Hát végül is, de ahhoz meg nem volt elég mély. Elég sok kezet fújnának. Kéz, igen. És a Benedek ott ordibálna a szélén, nagyon jól öltözve. A Mészőt nem láttam, hogy mennyire. A Mészőt nagyon jól öltözik. Igen? Ő nagyon elegáns. Tényleg? Mindig, igen. Mint a skatujába húzták volna, ő azért de már nem az a generáció, szemmel, vagy a te szemeddel? Mackó felsőben megy be is. Nemzetközi szemmel elegáns, vagy csak a te azért gondolom, hogy nemzetközi szemmel, mert én nem tudom értelmezni. Hogy nem mindegy, hogy a te szemeddel elegáns, az egy más szűrő, vagy valójában elegáns. Figyelnek már arra, hogy öltöznek? Az én szememmel nézve egy pincér is elegáns. Fehéri nyaked, az már nekem elég, de nem. Tehát tudnál te még egy 86-os autómagazinban rendelnél magadnak dolgokat, úgyhogy olyan leárazások vannak. Na mindegy, gyerekek, jó van. Nem akarok én erről többet beszélni, csak úgy tegnap valahogy beleakadtam, és megint egy kicsit ezen gondolkoztam. Valaki lemondott már, vagy mondta, hogy akkor abban hagynám. A szakács. Aha, értem. Miért mondott volna? Hát mert két kikapott nagyon csúnyán. Nem kell ilyen hamar. Mikor hallottál olyanról, hogy ebben az országban lemondott volna bárki is, hogy bármiért is. Nem, hát még zajlik, hát majd utána vonják le a konzisztenciát. Hát így is van. Ja, hogy még jöhetünk föl, ugye? Tehát vannak még előttünk meccsek, ha őket mindet megverjük, akkor az nem lesz. Így van. Aha. Igen. Viccből mondtam az előzőt, csak mondom, ha valaki meg melyiket? Mielőtt, hogy üssek föl egy bakos, csak mondom, hogy humor volt. Ne, erre ne pazaroljatok, humor volt. Miért, ezt nem jól mondta? De, hát mind, tudod, hogy mindig mondom, hogy mielőtt eszünk valamit, ígyunk meg egy apartman. Hát ez fontos, hát kocincsunk, hát valami csúszol. Hát valamiért, nem? Gyerekek, képzeljétek el, egyszerűen hűlök rá, és meg akarom osztani veletek ezt a dolgot. Helyesírási elbizonytalanásodom van. Hogy de tényleg? De beszédben? Beszédben van helyesírási elbizonytalanodásom. Aha, igen. Egyszerűen van az élőbeszédben, vagy írás? Az élőbeszédben is sokszor elbizonytalanodom, de helyesírásban egyre többször elbizonytalanodom, és nem tudom, mi a jó út. Nem tudom, mi a jó út, letöltöttem magamnak egy programot. A program arról szól, hogy bármilyen magyar szót te be tudsz magadnak ütni, és azonnal megmondja, hogy kell helyesen írni. A program neve helyesírás. Ugye? Hát ez hú. A hátam feláll a szőr, ez annyira durva. Kicsit nekem újszerű, de... De nem rájöttem, hogy ezek az e-mail író segítő programok egyszerűen hülyévé teszik az embert. És most már ott tartok, hogy annyira elment az önbizalmam, hogy olyan szavakon gondolkozom, hogy kell leírni, aha, ami egy-két éve még semmiféle kihívás nem okozott, vagy semmiféle kihívásra nem adott okot. És aha, most egyszerűen minél többet használom ezt a programot, annál jobban hűlök. Aha. És már úgy írok SMS-t, hogy mindig megnyitom a helyesírást, és mindig megnézem. Még megnyugszom, mert még egészen jó a találati arány. Hogy írod azt, hogy az? Pontos éve. Hát teljesen egy elicillona. Hogy írnám? De hogy ez egy ilyen időskori demencia lehet már. Nem, hogy nem, vagy sajnos. Egyszerűen megírod, ahogy akarod, rányomsz a helyesírás ellenőrzésre, és úgy is tudod, hogy kijavítja.
Nem így van? Így van, így működik. A mai fiatalokat mondják, hogy nem tudnak helyesen írni, mert ugye gépen dolgozol, bekapcsolod ezt a helyesírót, tök mindegy, úgy is megcsinálja. Tehát már oda se figyelsz, még az sincs, hogy na, ez kijavította, akkor jó, azt megjegyzem. Jó, mondjuk sokan még így sem. Tehát, hogy azért valljuk őszintén, például mit tudom, olvasgatod az interneten a kommenteket, ott azért meg lenne a lehetősége arra minden egyes kommentelőnek, hogy helyesen írja le ezt a szöveget, mert hogy biztos, hogy van egy olyan applikáció a telefonján, vagy a számítógépén, vagy a laptopján, nem, aminek a segítségével. Ja, de ugye, hogy ettől kicsit így elbízott magad, és úgy valahogy úgy egyre jobban ezt veszed igénybe? Hát, de önmagában meg hát ezek tényleg erre lettek kitalálva, hogy ez most ne kelljen foglalkoznod. Ugyanakkor persze, hát tök jó lenne, hogyha mindenki azért tudna helyesen írni. Nekem is már össze kéne kapnom magam. Én mondjuk mindig rettenetesen rossz helyesíró voltam. Viszont te alapos vagy, tehát én láttalak téged egyszer megírni egy négysoros levelet. Nem égetem magam. Nettó 2 óra volt, mert megírta. Jó, utána elkezdte, kigyomlálta, átértelmezte. Az mit? Nem levél volt, ez egy haiku volt. Ja. Verset igen. Írtam egy japán barátomnak. Annyit, hogy megörülök, ez az egybeírás, különírás. Hát ettől meg tudok bolondulni. Hogy mikor egybe, mikor külön. Nyilván ide is megvannak a megfelelő szabályok, amik erre vonatkoznak. A haja még nekem. És rájöttem egyébként a technikára, mindig beírom az e-mailbe, hogy bocsa, és ére sibelként autóban írtam. Jó, valaki most erre visszaért egy héttel ezelőtt, ezt szerintem te orral nyomkodtad. nem autóban írtad, orral nyomkodtad, ez volt a válasz. Hanem a gyerekek vezetés közben leálltam, félreálltam, hát nem szabad ilyet. Figyelj, évakóta meg akartam tőled kérdezni, ki szoktál szállni ebből az autóból, mert körülbelül a 200. levél ez, amit tőled kapok, és oda van írva. Ebben éltek. De melyik mik a mumusok? Az egybeírás, különírás, a vessző, szerintem az is. Uh-huh. A vessző, az elipszilon pontos, az nem például. Aha. Egészen jól hozom. Azzal egyáltalán nem foglalkozom. A gólya pontos ilyen. Egyszer csak haragszom arra, aki kitalálta, hogy vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy nem, az jól megy. Aha. Az jól megy. Az egybeírás, különírás, azt nagyon nem érzem még mindig, hogy arra mi vonatkozik egészen. Még nem emlékszem, hogy milyen szabályok vonatkoznak. De mi a legnehezebb szerintetek? A tartsa tartja. Én mindig összezavarod. De most meg kikötöttél a tartsán. Tessék, férfi vízilabda válogatott, hogy írod le? Hogy mondtad? Elkezded, férfi. Válogatott 2 T, de az első T a 2. Válogatott. Na? Tessék. Férfi vízilabda válogatott? Igen. Férfi vízilabda válogatott. Férfi és a vízilabda az külön? Férfi? Hát nem. Persze, de nem vízi? Férfi vízila. Nem labda? Férfi vízila? Ja. Férfi vízila? Da válogat? Aha, hát igen. Válogat? Ott? Tott meredek? Na? Hát jó, jogos. Kötőjel van benne. Férfi vízilabda egybe kötőjel válogatott? Na tessék, például, hogyha alapszínén vagyok, biztos, hogy van benne kötőjel. Na? A férfi vízilabdát azt nem írod egybe. Férfi vízilabda válogatott. Igen. Mert hogy a... Vízilabda válogatott? Vízilabda. Vízi bicikli? Delfines csúszdás? Csúszdás csobbanás? Bizony. A delfines csúszdás az például kötőjeles? Vagy delfines vesző csúszdás. Vagy nincs közte semmi. Delfines csúszdás. Na? Megőrülök, gyerek. Vagy kötőjeles. Megérdekes. Ugye? Vagy van-e vesző? Delfines vesző csúszdás. Delfines vesző csúszdás. Szerintem igen. Nem, szerintem kötőjeles delfines csúszdás. Mert az jelzője most ebben az esetben a vízi biciklinek, hogy milyen. De te várjál, nem lehet, hogy a delfines csúszdás az a csúszdaparkot üzemeltetőnek az egyik tetkójára utal? Mert hogy van a Bélának, hanem a Robinak. Tehát csúszdás karján. Robi, igen. De van rajta egy delfin, rohadt nagy delfin tetoválás, és igen, delfines csúszdás. Akkor a csúszdás az nagy betű, hiszen az családnév. Na tessék. Aha. Kérdezés hallgató, tessék, fiók. Fiók. Pontos, hogy elég szilomás. Ez volt? Fiók. Azt szeretném tőled kérdezni, na. Fiók. Hát nekem egyértelmű pontos. Fiók. Na? Pontos, hogy elipszilon. Abba manjé. Hogy ne lenne, fiók. Mondom, hogy fiók. Aha. Hát na, ugye? Aki kitalált ezt a pontos elipszilonos komolyan, ott ülök, és egyszerűen... És az, hogy madár fióka? Érted? A te fiókod. Aha. Az, hogy hülyére keresem magam, hogy ez most pontos, hogy elipszilonos. Hát miféle világ ez? Na, nem éreztek magatokon ilyen típusú lustulást? Az ember régen igényes volt, és szerette volna ezt tudni. És most már ugye ott van helyesírás ellenőrzés. Helyesírás applikáció.
De mindig megfogadom, hogy megjegyzem azt, amit megnézek, és megbolondulok tőle, hogy utána egy-három napra rá megint nem tudom, hogy normálisan leírni. Engem egyébként rohadtul zavar. Ezért van az, hogy mondjuk a gyakori kérdések.hu-n a kérdések 90%-át én teszem. De a helyesírási program például a vesző elhelyezésében nem segít. Nem, az csak egy, ugye nem. Tehát beírod, hogy fiók, és akkor kiírja neked, hogy milyen jével írod. Igen, igen, igen. Viszont vannak olyan filmek, amik segítenek ebben. Hogy jó helyre helyezd a vesszőt, Feri. És akkor még van ez a... Dehogy ennek... Van ez a harmadik számú, a 40-es éve, tudod, na hát itt aztán ez bemegyek mi? A sűrűjébe. Ez már 8 év után volt. Hogy van ez? Nem, mit tudom én, hogy írsz egy levelet, és azt mondod, hogy nem tudom, mit tudom én, a 40-es évek alatt a harmadik számú, a harmadik kerületben a pont, a dik, a kötője. Ja, hát, ja, hát és aztán ott ülök, és hogy az például nézek van bán. Aztán becsukom a levelezést, és inkább felhívom az illetőt, és mondom neki, a harmadik számú. Kötet. És na, ott aztán a teljes zavarodás. Tizedikkel, rohadjatok a kőbányát. Te mutkod? Nagybetűvel írod a kőbányát. Nagybetűvel írod nagy a kőbányát? Hát már csak a nejem miatt is nagybetűs kőbánya értem. Hát ott született, ott is nőtt fel. Mutkod, meg akartam írni egy e-mailt arról, hogy mikor megyünk szabadságra. jul.31.ét És nem boldogultál a többes számmal, és ezért azt írtad, hogy csak te mész. Nem. Nem. De a srácok maradnak. Ment egy e-mail, Laci, írd meg, léci. Július 20-tól köti, ha 26-én köte én ig. Na? Aha, és visszajött a titulusztal egy levél, hogy Balázs az 3 év. Az azért rohadékság. Ha valamit megbolondok, 26-án. Igen, ez azért rohadékság. Kötőjel ándik, nincs pont, mert ám van kötőjel, hol... Megőrülök. És egyre jobban ideges. Ez 10 évvel ezelőtt változott körülbelül, mert eddig úgy írtad, hogy leírtad számmal a 20-ast, pont, kötőjel, ám. Na most eltűnt a pont. Nincs. Most nincs pont. De az, miért az elmúlt 10 éve televíziós karriert csinált, nem tudott ezzel foglalkozni. Miért kell büntetni ezzel a magyar, de tényleg, hogy valaki azt mondja, nem tetszik ott az a pont. Vegyük ki. Legyen most 20-án 20 kötőjel ám, mert eddig ott volt a 20 pont. És akkor úgy a 20-án. Igen. Ne legyen. Aha. Hát rohadjál meg legyen, ha én úgy tanultam, nem? De szerintem egyébként ilyen levelezésben ez bocsánatos bűn. Addig ezzel nincsen semmi. De közben zavar, tudod? És nem faragsz műemlékekre emléktáblákat. Há, jó, azt nem én. Mert ott is azért előfordul. Azt nem én ütöttem be a Google Translate-be, az nem én voltam. Sokat fordítok én csak Google Translate-be, de ez nem én voltam. Igen. Egy sima meze e-mailben, ami megy köztünk, ott még nem nagy baj. Van, ahol egy kicsit nagyobb baj. Igen. De hogy ezt így nincs valami ilyen köztes megállapodás? Általános szabály? És közben tényleg ott ülök, és mert elküldhetném úgy is, hogy nem érdekel, mert odaírom, hogy van hiba, mindig odaírom, hogy szori a hibákért, tudod, egy mencsvár, de közben azért egyre jobban zavar, hogy nem tudok normálisan írni. Ez a jó, hogy valaki rá tudod bízni. Tehát azt mondod mondani, hogy Laci, léci, írd meg. A nagy embereknél mindig ott van ez, hogy a lehetőség, hogy itt tudom, hogy odaírja, és akkor beírja, hogy Margitka, F7! 3 felkiáltó jellel. Érted? Igen. Hogy ne úgy kerüljön ki, ahogy ki kell. De tessék, 1983. december 20 és 31 között. Így van. Mi van? Ezt mi hogy írod le? Egy őkelmet lapozgattam. 1983. december 20. 1983. december 20 és 31 között. 1983. december 20-a és 31-e között. 1983. december 20 óta. Aha. Vagy 1983. december 10.e óta. Jó, most tedd fel a kérdést. Mit szeretnél tudni? Írd le nekem ezt egészen pontosan. A sok felsorolt verzió közül. De mindet írja le, amit most hallott, vagy szerintem melyik a jó? Melyik a jó? Hogy melyiket hogy írnád? Például azt, hogy írod, hogy december 20 és 30 között. December 20 december 20-a és 31 között. December 20 kötőjel 30 között. Hát, nem vagyok benne biztos, hogy Ferinél most ez így beesett. De értem, december de 20, szép vagy. Kötőjel 30 között. Ah, így. Igen? És a december és azt akarod közölni december 20-a és 31-e között. Jó, és mi van, hogyha ezt például egy SMS-ben szeretnéd elküldeni, hogy én szoktam, mert nem szeretném, ha kettő lenne, hisz az kétszer annyi pénz. Jó, de annyit is, hogy nem vagyok két ünnep között. Dec.20 kötőjel 30, érted? Mert én például szoktam azt csinálni, hogyha december, de az már egy másik SMS-ben menne át, akkor lerövidítem decre. Dec pont. De jó. Nem akarok beégni, és ezért pontosan kell leírnom.
Siófok pontos éve, vagy ellipszis? Ellipszis, azt mindenki tudja. Ki meri le pontos éve leírni? Nem? Na tessék, december 20-a és 30-a. Neked is a kedvező műves veled a sió. December 20-a és 31-e között szabadságon vagyok. Tekintsünk el attól, hogy a szabadság az két cél, jó? Mert nyilván triviális, ugye? Ha, ez nem kell mondani. Alapvetések, most nem menjünk bele. Hogy nem egy cél, ugye? A dupla csé vagy ed. Na? Jó, írt közben nekünk egy magyar tanár, gyerekek. Igen? Igen. Azt írja, hogy segíthetek rajtatok, ha gondoljátok. Magyar tanárnő vagyok. Uh-huh. Nagyon jó. Íris. Ú, de jó neve van. Íris a magyar tanárnő. És rövid így, vagy hosszú? Tessék? Úgy hangzik, rövid, mintha egy szemész lenne. Ugyanaz, mint a mindig. Mind a kettő hosszú. Mindig. Hát mindig mondom neked, hogy hosszú. Letesztelni a tudásunkat. Már miben? Ja, azt hittem, hogy abban sét, hogy megírja helyettünk a levelet. Hát én örülnék neki, ha a szabis leveleket egyébként megírne. Jó, elmondjuk, hívjuk föl. Hát ha kérdez hármat, amivel maximálisan végetjük magunkat. Ebbe biztos. Én vállalom, gyerekek, én ezt vállalom, nekem ez ennyi hiányosság belefér. Nincsen ezzel gond, meg úgy tudom meglepleznni. Az elmúlt 20 perc az egyértelműen kiderül. Úgy is beégünk. Mindig is utáltam ezt a helyesírást. Tényleg. 7:30 pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt, jó? A hírek után közben játékra is lehet jelentkezni, mert hogy Óven bácsival folytatjuk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, van egy friss közlekedési hírünk, miszerint az M1-es 88-as kilométer kövénél az osztrákok felé trafiznak, ezt Macipók küldte nekünk. Köszönjük szépen. A helyesírásról beszélgettünk a hírek előtt, kinek mekkora szenvedés megírni egy e-mailt vagy egy SMS-t, ugye már vannak különböző programok, amik segítenek. De az ember, ahogy idősödik, rájön, hogy egyre jobban elbizonytalanodik. Uh-huh. És majd, amikor a gyerekkel kell újra odaülni, helyesírást tanulni, akkor fogsz rájönni egy csomó mindenre, amit már egyszer megtanultál. De hogy azóta az ember ezt elfelejti, és ellustul, mert hogy vannak ezek a kijavító programok. És közben az a tendencia, hogy egyre jobban nem tudunk leírni alapdolgokat, nem? Most nem akarok átesni, rám legalábbis abszolút igaz, hogy hűlök, helyesírásilag. Ha megyünk veled sajnos, az a baj, magaddal rántasz bennünket a helyesírás búcsarába. Hát igen, de ugyanakkor meg szerintem a jövő az pont az, hogy mit tudom én, hogy üzeneteket fogsz átküldözgetni. Vagy kép, vagy hang, vagy egy-e együtt a kettő. Tehát valahol ez lesz majd a jövőnk. Tehát, hogy az írásban már lassan nem fogsz küldeni semmit. Akkor azt mondja egy üzenetet a kis telódra, és megjelenik rajta, igen. És akkor hogy hívják? Hát vannak bizonyos iskolák, ahol ugye már a kézírást vagy nem oktatják, vagy gondolkoznak rajta, hogy kivezessék. Megnyomod a telefonod a gombot, igen. És akkor kijön egy kis alak, hát, és milyen? Akkor azt mondja, hogy Kenobi tábornok, segítsen. Ön az utolsó reményünk, igen. Na, írt nekünk egy magyar tanár, Iris, aki a hallgatók írták, igen, nem csak olvasz, hanem Iris. Köszönjük, igen. Univerzális, nem csak olvasz, hanem Iris. Itt van Iris, hello, jó reggelt! Szia Balázs, jó reggelt, és jó reggelt neked, Feri Jani. Hello, kedves Iris, jó reggelt. Iris, te magyar tanár vagy tényleg? Így van, magyar nyelv és irodalom tanár vagyok egy szakközép-szakiskolában. És hogy elkomorodtál? Nem komorodtam el, csak azon gondolkodtam, hogy hallgatlak benneteket reggelente, és hogy a nyári szünet kellős közepén ilyen témát vettek fel, és ez nagyon tetszik nekem valójában. Örülök, hogy nem az érettségi idején jött, hanem nyáron, lájtosan. Mert állandóan szenvedek különböző e-mailek megírásával. Tamás írja nekünk közben SMS-ben, mindig mondtam, hogy a helyesírás hülyeség, helyesírás pontos, hülyeség pontos. Nagyon szép. Nagyon érdekes, hogy tudok ezzel kapcsolatban mondani nektek, hogy mindaz, amit elmondhatok, hogy mi könnyíti meg, ez valóban így van, tehát letöltések, helyesírás jellemző, interneten szinten minden látható, csak hogy ez nem helyettesíti azt, hogy valóban le tudjál írni egy e-mailt úgy, hogy nem kell rinocéros bőrképednek lenni, hogyha visszaolvasod önmagadnak. És mondanám Janinak a segítséget, a Feri olyan szépen elmondta, hogy bizony nem egy egységi részidőben sikerült leírni egy adott szöveget, hogy a helyesírásunk, vannak érzékeink, és a helyesírás egy érzék. És akinek nincs, annak bizony szabályokat kell magolni, ugye a 299-ig, mert ennyi szabály van a helyesírási szabályban. Ez az érzék, ez egyre jobban
kihalni látszik belőlem. Be valamikor megvolt, de hogy ez így most így kezd elfogyóban lenni. 296-ig megvoltál. Egészen jó sokáig megvoltam, és most már olyan szavakon filózom, ami totálisan elbizonytalanít, és oda az önbizalmam. Tessék, férfi vízilabda válogatott. Hát ezt itt most négyen négyféleképpen mondtuk, hogy hogy kell leírni. Ugye? Hogy férfi egy kimarad vízilabda. Igen. Kötőjel válogatott. Hát, ugye szurkolunk a magyaroknak, mert hogy hál' Istennek megverték a horvátokat, és most benne vagyunk akkor ott a négybe, a legjobb négybe, és remélem, hogy az élén. Segítek, jó? Magyar testnevelés szakos vagy? Igen, ki vagy te? Mezei Dániel felesége? Hát ez az én nyarom. Igen. Igaz, hogy Argentinának szurkoltam, de ezt itt titokban mondtam el. Szóval férfi vízilabda válogatott, ahol a magyaroknak szurkolunk, a lányoknak és meg a fiúknak is, és akkor képzeljétek el, hogy össze-vissza van leírva az újságokban, kisbetűvel írjuk. Igen, ez egy... Igen, ez egy alap dolog, mert van, aki nagyon jó a vízilabda válogatott, egyből nagybetűvel leírja, ugye? Tehát logikus ez egyébként, csak nem szabályos. És akkor a víz az egyetlen, ami hosszú i benne, tehát férfi vízilabda, ez egybe. Na ne! De komolyan. Egyből egy férfi vízilabda. Általában nagyon utált, hallottam a beszélgetés kötőjel. Hát megőrülök ezektől. És válogatott. És két év van a végén. Az megvan. De miért van egybe írva, hogy férfi vízilabda? Férfi vízilabda, így van. De miért van egybe írva? Mert a víz az ilyen. Tehát az víz bennünket. De az férfi víz. Nem. Férfi víz. Vízilabda válogatott. Vízilabda válogatott. De miért írjuk egybe azt, hogy férfi vízilabda? Kötőjel hát képzeld el, mert ez egy több elemű szó, azaz egy összetett szó, és egybe kell, hogy írjuk meg, sehol nem jelöljük külön, hogy az ilyen, olyan, milyen. Dehogy nem, férfi, meg van női vízi. De nem azt mondod, a szónak, ennek a férfi szónak nem az a tudja, hogy férfi, hanem férfi. Érted? Ez hogy jön most ide? Tehát nem férfias vízilabda válogatott, mert akkor külön írnád. Igen, hanem hogy férfi vízilabda. Hanem, hogy férfi vízilabda. Így van. Ilyen egyszerűen. Na. Ilyen bonyolultan. Igen. Esélyünk nem lett volna akkor így írni. Tessék, mondjál három szót, Jani, fogj egy tollat. Feri, te is. Jó, akkor... Három szót. De mi lenne, hogyha három lenne, és mindenkinek így a személyiségéhez igazodnan? Lehet olyan? Így is éppen elég nagy bajban vagyunk. Ne akar bennünket megszívatni. Mindenki ugyanaz kapja, és kapunk három szót, tessék. Összetett szó, kötőjeles. Na, mondd az első. Kötőjeles legyen? Ne, de hogy legyen, átbízom, de valami egyszerű. Csak mondom, hogy a pontos jelipszínos, én nagyon jó vagyok benne. Nagyon jó. Nagyon jó vagy benne, akkor a nyerőre játszunk. Bajor sör. Na? Ez úgy aktuális nyáron, nem? Igen. És bajor sör. Igen. Aha. Igen. Uh-huh. Leírtuk. Most, amit nagyon-nagyon nem szeretnétek, mert mindannyian külön személyiség vagytok, igen, nagyon sok mindennel foglalkoztok, nem akarlak itt dicséri benneteket szembe, de akkor írjátok le azt, hogy nem akarjátok magatokat beskatujáztatni, tehát skatuja. Uh-huh. Atya Isten, miért lehet? Jó, hát ezt adjad már, hát ezt most csak tudom, mindenki nem? Tudja. Persze, pontos. Jani tippeljen. Mire? Várjál, leírjuk a hármat is, de elmondod, hogy hogy kell, és mindenki megmutatja, hogy hogy értem. Tippeljen, ezt írjuk el. Tippeljen. Jó, és akkor írjatok egy kötőjeleset, hogy Európa bajnokság, mert hát azért mégis ez zajlik. Uh-huh. Jó, kész vagyok, ötös. Meg vagyok. Mi van? Hát leírtam. Hogy kiértékelted? Mit? Hát kiértékeltem, és ez gyerekek, hát ez csod nélkül. Küldöm az e-mailt. Rányomtam a küldésgombra. Na, nézzük tessék, a bajorsör. Na, bajorsör. Hát akkor hallgatnám a különböző variációkat. Tehát, hogy egybeírjuk, vagy nagy S-sel, vagy mire gondol? Mindent mondjatok, ahogyan elkövettétek, tehát szerintem kezdje Jani, ő a leggyengébb játszani. Hogy írtad, Jani? Bajorsör. Én vagyok a leggyengébb. Jól mondod, ő a leggyengébb. Nem azért írtam órákig azt a rohadt négy sort, mert nem tudtam leírni, hanem mert nem akartam kirúgatni magam. Igazad, hogy így kellett elhúznom, trágán szavar. Abszolút jól mondod, ő a leggyengébb. Oké, figyelj. Jó, te forral indulj. Azt mondja, hogy bajorsör, kisbetűvel írtam azt, hogy bajor. Nincs benne kötőjel, a sör meg pontos ő. Pontos ő. És a jére vagyok kíváncsi.
Hát a... ne viccelj már. Hát egyértelmű, hogy elipszel. Hát mindenki elipszelve sörírja. Duplával. Pontos, természetesen. Bajor sör, igen, külön, kis sör, kis B, pontos. Így van, és nem egybeírjuk. Külön. Jó, hát most lehetne dobni a topsót, Jani. Na jó, hát persze, egy megvan. Oké, megvan. Skatulja. Látod, mondtam, hogy nagyon jó lesz, tehát ne aggódj, mert nagyon jó lesz. Forral indultál, forral végeztél. Bizony, és amit te nem látsz, hogy az enyém olvasható. Egy pillanatra hadd kérjek ki erre egy kis grafológia és érdekesség. Nagyon fontos lenne nekem, hogy megmondd, hogy a jét, a pontos jét a bajorban alul, amikor alul megrajzoltad, pontosabban megírtad, akkor tágra hagytad, vagy pedig csak egy vonal? Nálam egy vonal. Nálam is szűk. Az mit jelent? Szűk nálad is, Feri. Igen. És milyen a jé, Feri úgy szereti. Így. Nem szeretjük a nagy járat. Ajaj, 18-as karikával megyünk, és Janinál? Nálam is, egy vonal, mindenki egy vonal van. De most gyerekek, akkor már születen is baj van, nem csak a helyesírási érzékel, mert aki tágan írja, arról azt írja a grafológia, hogy gazdag, intenzív szexuális életet él. Akkor cáfolnék. Rosszul állom. Nem állunk túl jó, srácok. 3-ból 3 vékony. A vonalat húzi lefelé, az vagy nagyon gyorsan írta, hogy teljesítsen, vagy pedig ezen a téren is valamit még behozni, vagy megújítani. Menjünk tovább. Na, skatulya volt a második. Skatulya, amit nem akartok, hogy beskatuljázzanak benneteket. Hát az simán. Menj, kicsit gyorsabban haladjunk. Bocsánat, csak Balázs, te mondjad akkor. Nálam az elipszilon. Nagyon jó, tökéletes, átment az érettségén egyből. Tippeljen. Szuper, és akkor Ferinek maradt az Európa bajnokság. Hát ő Berencén a vizetőben. Tippeljen, átmentünk. Csak volt egy gyors, ez két T, vagy két P, igen. És ő pontos J. Két T-vel írtad? Mivel? Két P-vel. De a panna betű. A panna két betű. Két P. Tippeljen. Jaj, Feri, neked akkor gyorsan mondom. Figyelj, sokszor mondod azt, hogy nagyon jó. Ezt mindig így mondja egyébként jó. Tényleg. Nagyon jó. Annyira jó, hogy megőrülsz. Ezt szoktad mondani. Megőrülsz. Na, én szoktam hallgatni, és emiatt egy csomóan leírják 3G-vel is, mert annyira jó. Aha. Holott az 1G. Aha, és a tippeljen? Ez a köznyelvi nyomatékosításunk, ami aha, halad a nyelvünk előre, és akkor ki lehet, hogy valamikor Feri nyomán majd bekerül a helyesírási szabályzat. Iris, tehát a tippeljen szóban egy P van, egy panna? Nem, tippelj két. Na, hát akkor jól értünk, ne vezess már félre bennünket, könyörgöm. Nem, Európa bagoly, mi volt? Mi az utolsó? Nem tudom, az Európa bajnokság, annyira rondán írtam. Igen? Jó, ezt Ferinek kell mondani. Európa bajnokság, a bajnokság az pontos jével írjuk, kötőjellel írtuk szerintem mindannyian az Európa bajnokságot, és nagy elve. Ennyi. Igen. Hát professzionális. Na jó, van, akkor nincs egy baj. Jó, van, nincs egy baj. Jó, most már akkor a helyesírás programot kikapcsolhatod, Balázs. Nem írtam kötőjelet, én csak annyit írtam, hogy EB. És mindenki tudja, miről van szó. Jó, és akkor Iris, most te jössz, nagyon gyorsan betűz le azt a szót, hogy megszentségtelen, ségeskedéseit. Igen, rajta. Ez egy hosszú dolog lenne. Igen. Gyerekek, ezzel rámegy a napom, és nekem sárga barackot kell eltennem, ne csinálják. Sárga barackot teszel el? Lekvár lesz, tényleg? Aha. De jó ez. Igen, igen. Iris, nagyon köszi, puszilunk, köszönjük. Mi is titeket, az egész család, meg hallgatunk benneteket, és kellemes nyarat. Köszi. Viszont. Ciao. Szia, pontos éve. Igen. Ez jó. Jó, de nem mondott ne ezeket, azért nem volt könyörtelen, tehát meg tudott volna ízesztani. Mondjuk az, hogy a skatulya, azért azt még én is tudom. Mondjuk egy érdekes, hogy azt mondta magyar tanárnőként, hogy nagyon komoly problémák vannak, ehhez képest csak mondom nektek, hogy már másodikos általános iskolásként a lányomtól, illetve gyakorlatilag az összes osztálytársától, mindenkitől az évfolyamban elfogadták úgy is a házi feladatokat, hogy otthon megírták géppel. Na most akkor hogy javítsák a helyes írásukat? Hogyha elfogadják tőlük azt, hogy szépen otthon bepötyögi a számítógépen, nyom egy F-et, és aztán kész. Hát figyelj, igen. Na jó van. Oké, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. De férfi vízilabdá lovagolnak még sokan. Szerintem nem jó, ahogy Iris mondta, de mindegy, ő a magyar tanárnő, mi nem vagyunk azok, bár 4-ből 4-et, ennek majd kérünk egy hivatalos álláspontot a tudományosok. Igen, halló, jó reggel! Sziasztok!
Sziasztok. Jaj, ekkora a baj. Hello. Hello, Eszter. Semmi gond, itt vagy már velünk. Igen, te jól írtad le a jelentkezésére. Eszter, honnan hívsz minket? Puzsero. Ott a Puzsero? Oh, neked azért nem lehet könnyű, most már megértem. Megértem, hogy ilyen szomorú vagy. Elraboltad a Puzsért? És mit csinálsz ott? Én nevelem a két gyerekemet. Ó, mekkorák? Az egyik négy, a másik kettő. Négy és kettő. Jól van, Eszter. Na figyelj, gyorsan mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni. Jó, figyelj. Itt még tudni kellett a helyesírás. Ez rendes írógép. Itt még nem volt lehetőség. Erikán dolgozik. Hibázni, igen. Figyelj, ezt elmutatjuk, mit énekelnek. Na 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 na. Ó. Hát, nem sok minden. De, hogy nem. Megmutatjuk még egyszer. Figyelj, hallgass meg. Na 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 na. Magyar? Igen. Így van. Ez nem megy. Nem megy? Nem. Azt hittem, hogy be fog ugrani. Figyelj, utoljára mutatjuk ezt a kis rövid részletet. Na 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 na. Summa cum laude. Hittem benne. Így van. Summa cum laude. Igen. Így van, magna cum laude, jól van, Eszter, ügyes, hogy kihoztuk belőled. Majdnem kivettük a bögrét, de tudtam én, hogy meg lesz ez. Küldjük neked az ajándékcsomagot, megvan az egész, jó? Köszönöm. Örülsz? Igen. Jól van, küldjük neked. Köszi, Eszter, a játékot, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Nekem ez a tal annyira bombomos. Bombonos. Igen. Egy perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek után itt vagyunk is. 8 óra, 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello mindenkinek, süt a nap, legalábbis már itt kezd. Ma még azért benne van, hogy esik, elmegy a kutya fürdeni, de állítólagosan holnap reggel végleg kijön a vízből, és pár napig nem megy vízbe. És hogy van ez a kutyás, ugye? Mondd meg, hogy vannak olyan napok, amikor minden nap fürdetik, és aztán van mondjuk 4 hét, amikor nem fürd. Hát akkor nem megy, szárasság van, akkor nem megy vízbe. Vagy elment a gazdája nyaralni, és akkor nem viszi tópartra. Most tóparton van a kutya. Ezért mi is fürdünk itt a kutya szőrén. Igen. Úgyhogy jön a jó idő, vissza a hétvégére már lehet tervezgetni, pont ezt olvastam itt az előbb, hogy jó idő lesz, meleg lesz, sütni fog a nap. Ezt most még kicsit néhány helyen azért talán nehezebb elhinni, hiszen szakad az eső, és pont 20 fok van, de hétvégére újra 30 fokot mondanak, és kánikul. Hát az a 38, ami volt, az most egy ideig nem jön vissza. Ja, igen, a tegnapi nap azt kikészített, ma már 30-szor kattintottam egy oldalra, meg van itt nyitva nálam, egy szakirányi kis oldal, és folyamatosan nézem. Most egyébként elég biztató. Aha. Észak-nyugati, északi országrész, napocska. A felhők mögött, de legalább nem eső. Igen, de jön vissza jó idő, úgyhogy mindenféleképpen jó lesz a hétvégén már újra. Nézzük a közlekedési híreket. Hungárián a busábot figyelik a rendőrök és büntetnek, ezt Imi küldte nekünk. Aztán az M1-es 88-as kilométer kövénél osztrákok felé van egy trafi macipók üzeni. Trafi Budán, a Budafoki úton kifelé az erőműnél, ezt Atos küldte nekünk. Aztán az M1-es autópályán a Tatabánya után... Na, ugye nem csak én írok el sírás hívákkal? Uh-huh. Tehát az M1-es autópályán nincs a Tatabánya után, Selkút előtt van egy trafi, méghozzá sűrűn villan a piros fény, úgyhogy ott is mindenki menjen egy picit lassabban. M2-es Gödi lehajtó előtt, méghozzá Samsungnál a Vác felől érkezőket méri a Yard, ezt Ispu küldte nekünk, és a csornaiak is megkapják a jó öreg fehér Seatokat. Hogy miért nem cserélnek? Hát azt már minden csornai lakos ismeri. A kék transporter és a fehér Seat, ez megy Csorna, és ott van még egy település, amikor a ketten így általában napi váltásban vannak, de ez a fehér Seat, tehát bármikor megyek Csornára, én is mindig látom. Vagy a vasút előtt állnak, vagy a vasút mögött állnak. Az nem lehet, hogy csak álca. Hogy ott nincsen benne semmi? Valójában nem, hogy egy másik autó van benne. Egy fehér Seatban van egy másik autó? Igen. És azon belül még egy autó? Uh-huh. És azon belül a trafi. Mint egy ilyen matrioska babában. Még így is lehet, hogy valaki belefut egyébként, nem? Vagy arra vadásznak, akik nem csornaiak és nem ismerik? És a csornaiak már ugye lassítanak a fehér Seatnál. Hát, vagy kicsikét így elbóbiskolsz, már úgy, hogy eljár a gondolatod valamerre, adsz egy gázfröccsöt, 65, puff! És szépen ott vagy. És igen. Valójában a bogjából mérnek. Jaj, gyerekek. Na, komolyabb témával folytatjuk egy kicsit, mert hogy ugye mi rengeteg e-mailt, telefonhívást, faxot és kézzel írt levelet kapunk, hogy segítsünk. Nagyon sok fórumon, nagyon sokféleképpen kérnek segítséget.
Van, aki személyesen talál meg minket, engem, benneteket, egy-egy műsorvezetőt, vagy akár a műsor szerkesztőjét, van, aki e-mailen kér segítséget. És ugye nyilván nagyon nehéz válogatni, meg mi azt azért szoktuk mondani, hogy persze megteszünk mindent tőlünk telhetőt, de annyi ilyen levelet meg e-mailt kapunk, hogy ha tudnánk, hogyha akarnánk, akkor minden nap akár 3 vagy 4 órában erről szólhatna a műsor. Nyilván erre lehetőségünk nincs, de ahogy szoktam mondani, az ember szeret kivételt tenni, kell is kivételt tenni, sőt, mi több azért néha meg kell ragadni az alkalmat, hogy segítsünk. De ez olyan típusú segítség, mint mindig, amikor is mi is próbálunk segíteni, és hát nyilván a mi hallgatóinkon keresztül próbálunk valakiknek segíteni, és arra kérjük a mi hallgatóinkat, hogy segítsenek. Itt most persze megint jöhetne az a rész, hogy elmondjuk azoknak a multiknak, meg stb., de én ezekben már egyébként egyáltalán nem hiszek. Tehát az esetek többségében tisztelet a kivételnek. Általában ilyenkor, amikor az ember hall egy ilyen beszélgetést, mint ami most jön, akkor azon hétköznapi emberek állnak össze, és küldenek ki kis pénzt, ki egy kicsit nagyobbat, ki egy kicsit még többet, akinek egyébként sokszor lehetősége sincs arra, hogy valaki másnak segítsen, mégis megteszi, és ritkább esetekben jelentkeznek mondjuk multik, akikről az ember azt gondolná, hogy esetleg több pénz birtokosai, vagy több pénz felett rendelkeznek. Ugye ez nem így szokott lenni. Biztos. Ezért nem is mondom most el ezt újra. Tessék? Nehezebb ott meghozni a döntést. Nyilván így van. Meg egyébként ezért segítenek ők. Szoktak, hogy ne. Persze, nyilván, persze, és nem mindenki szeretné, vagy nem mindenki akarja azt, hogy elhangozzon a neve egy műsorban. Az is, sőt, van, aki ugye a műsor után teszi meg ezeket a felajánlásokat. Úgyhogy ismételten szeretném mi segítséget kérni hallgatóinktól, és azoktól, akiknek lehetőségük van arra, hogy némi pénzzel segítsenek. Mert hogy bajban van egy alapítvány, egy olyan alapítvány, akiket én elég régóta ismerek, és hát elképesztő az a munka, amit csinálnak. A gyermek hospice házat üzemeltetnek, ugye hát ezt az ember ezt a szót meghallja, akkor ugye a legrosszabb rémába kerül elő. Mert hogy ugye ide olyan családok mennek el, akiknek a legtöbbször, és persze van már szolgáltatás is, de ez az alapvető tulajdonképpen profilja az alapítványnak, ahol gyógyíthatatlan betegek vannak, és megkönnyítik azt a pár napot, ha szerencsésebbek, akkor idézőjesen szerencsésebbek pár hónapot, vagy akár pár évet, amit még a gyerek mondjuk életben tölthet. És ezek a hospice házak, ezek arról szólnak, ugye, hogy itt a gyermek egy kicsit elfelejti azt, hogy beteg, egy kicsit elfelettetik vele azt, hogy talán már nem is biztos, hogy mondjuk megírja a következő hónapot, és megpróbálnak neki minden olyat megadni, amikről mi egyébként azt gondoljuk, hogy teljesen hétköznapi dolgok. Mint hogy még egyszer utoljára elmehessen moziba, még egyszer utoljára elmehessen színházba, még egyszer utoljára játszhasson a kedvenc játékával. Többek között ennek az alapítványnak egyébként nagyon sokrétű a működése, nagyon sok minden mást is csinálnak, de az alapvető profil az ez. És ugye, ha gyermekekről van szó, hát aztán az meg mindig szívfacsaró, szóval az ember sose tudja azt helyre tenni, hogy egy barátja, vagy akár egy vadidegen, vagy bárki ugye gyógyíthatatlan beteg. De ha gyerekeknél történik ez, akkor még inkább megmagyarázhatatlan a dolog. Én és nagyon inkább helyre tehetetlen az ember lelkében, hogy van ez. Én nagyon sok hivatás képviselőjét nagyon tisztelem, nagyon tudom tisztelni, de ennél tiszteletre méltóbb és elismerésre méltóbb munkát és keményebb munkát én el nem tudok képzelni. Meg apukaként mindig eszedbe jut, hogy jaj, hát Istenem, csak nehogy mi igen. is. Igen. Szörnyű kemény. Nagyon-nagyon kemény dolog. Igen. Nem is tudom, hogy milyen lelki erő kell egyébként ahhoz, hogy ezt a munkát el tud végezni. Hihetetlen elhivatottság igen. És lelki erő. Ahogy nyilván a segítségnyújtás van benne a dologban, és azt próbálod nézni ott dolgozóként, hogy te ezzel most mit adsz, de hogy őket is nagyon megviseli, ez az biztos vagyok benne. Hát igen, itt ugye elkerülhetetlen az, hogy érzelmi kapcsolatba is kerüljen ezekkel a kis emberkékkel, és biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet őket elengedni, és tudod, hogy sajnos ez a vége. Igen, fantasztikus munkát végeznek, majd mindjárt beszélünk egyébként az alapítvány vezetőjével, hogy a hallgatók is megismerjék, és valahogy ezt az évet kellene még kihúzniuk, aztán kapnak segítséget. Döbbenetes, hogy önerőből egyébként minden anyagi forrásukat kihasználva, hogy próbálják ezt az alapítványt, vagy az alapítvány ezen részét ott Pécsett egyébként életben tartani. És én többször beszéltem egyébként velük, hogy milyen napi küzdelmek zajlanak, hogy kapjanak egy kis támogatást most, majd kapnak valamikor, de ezt az évet, ha nem tudják kihúzni, akkor az egész alapítvány azon részét, a pécsi részét lehet, hogy be kell zárni, alkalmazottakat kell fizetni, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, működési nehézségek vannak. Közben pedig rengeteg szülő, rengeteg család, ugye megy oda, jár oda, és köszön nagyon sokat az alapítványnak, mert hogy tényleg hihetetlen, amit csinálnak. Itt van velünk az alapítvány vezetője, Barbara. Hello, Barbara, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Hello, jó reggelt! Na, jól mondtam, ugye, hogy tulajdonképpen most vagytok ott a tönk szélén, hogy működési nehézségek léptek föl, ugye? Most kellene egy kis segítség. Hát
Hát azt hiszem, hogy jól fogalmazott Balázs, igen, mindenképpen segítséget szeretnénk kérni a lakosságtól, hogy ezt az évet a feladatunkhoz vagy küldetésünkhöz méltóan tudjuk befejezni, és 2015-re már ígértek nekünk hathatós állami támogatást. Egy kicsit beszéljünk arról, mert szerintem sokaknak nyilván, idézőjelesen persze hál' Isten, fogalma nincs arról, hogy mit jelent az, hogy gyermek hospice ház. Tehát tudom, hogy nagyon sok körétű a tevékenységetek, nagyon sok mindent csináltok, nappali ellátás, életvégi ellátás, elefántklub, ezekről majd mind beszélünk, de alapjába véve mi a legfontosabb, amit ti tesztek, vagy ti csináltok? Hát a gyermek hospice az a gyógyíthatatlan gyermekek ápolásáról és gondozásáról szól. Talán egy picit még tévesen úgy van benne a köztudatban, mint a felnőtt hospice-nak a gyermekekre vetített része, tehát hogy csak végstádiumi onkológiai betegekről van szó. Ezt természetesen cáfolnám, hiszen itt mindenféle olyan egyéb genetikai megbetegedés, izomsorvadás és olyan gyógyíthatatlan betegségekről van szó, amelyből akár meg is lehet gyógyulni, de nagyon sok esetben közvetlenül az életet veszélyeztető, vagy az életet megrövidítő állapotról van szó. Körülbelül 16 ezer ilyen gyermek él ma Magyarországon a legfrissebb adatok szerint. És az életvégi ellátás azt jelenti, hogy a gyermek oda bemegy hozzátok, és ti megkönnyítitek azokat az órákat, napokat, vagy ne adj Isten hónapokat, akár nyilván ebben bízik az ember, hogy neki ott könnyebb legyen, és a szülő a gyerekkel együtt lehet? Igen, az életvégi ellátáshoz terminális állapotban áll fönn, tehát amikor már az orvostudomány, az orvosok nem tudnak közvetlenül többet tenni a beteg gyógyulásáért. Ilyenkor már úgynevezett palliatív ellátás folyik, nem kuratív, nem gyógyító, hanem fájdalomcsillapító és tünetek kezelését célzó ellátásról beszélünk, és ilyenkor általában a beteget 70-75%-ban egy hónapon belül elveszítjük. Ez alkalommal van lehetőség arra is, hogy a család akár együtt, akár csak a gyermek beköltözhessen a Dóriházba, és ezt az időszakot nálunk töltse el. Természetesen itt nagyon fontos az átjárhatóság, hogyha bármikor változik a helyzet, és a család úgy szeretné, hogy visszakerüljön a kórházba, vagy a gyermek az otthonába kerüljön, és ott búcsúzzon az élettől, akkor ezt a háromszöget, ezt mi mindenképpen támogatjuk. Tehát mindig készül ilyen alkalommal egy úgynevezett életvégi ápolási terv, ahol rögzítjük a kéréseket, és mindent próbálunk figyelembe venni. Itt azt kell tudni, hogy a legfontosabb az, ami a gyermek számára jó és a család számára jó. Legtöbben ilyen esetben szeretnék hazavinni a gyermeküket, és talán mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez lenne a legjobb, de egyszerűen vannak olyan körülmények, olyan élethelyzetek, amikor ez kivitelezhetetlen. Amikor ugye nem tudják elvinni a gyereket. Persze. Itt olvas az ember egy nagyon megható dolgot, amikor is arról írtok, ugye itt a működésetek közepette, hogy teljesítitek a gyerekek titkos vágyait. És ugye itt az ember mindig valami nagyon nagy dologra gondol, ugye mi már többször beszéltünk telefonon, és mondtál néhány konkrét példát, hogy miket kérnek még ezek a gyerekek. És az ember nem is gondolná egyébként, hogy mennyi aprósággal tudna nekik segíteni. Tudsz mondani egy-két konkrét példát? Hogyne, ezek az én szívem csücskei, hiszen ahogy mondtam, nem mindig halálos beteg, tehát haldokló gyerekekről van szó, viszont nagyon súlyos betegséggel élő gyerekekről van szó, akik az egészséges társaikhoz hasonlóan nem tudnak részt venni a közösség életében, és készítettünk több alkalommal is kiállítást is a gyógyíthatatlan gyermekek álmai címmel, és nagyon érdekes kívánságok szoktak megfogalmazódni. Volt olyan 16 éves, tolószékes, izomsorvadásos fiú, akinek az volt a kívánság, hogy egyszer egy autó első ülésén ülhessen, és nem mindig hátul a mentőautóban. Aztán volt olyan besebeteg kislányunk, akinek meg volt szabva, hogy egy nap csak 150-200 milliliter vizet, folyadékot fogyaszthatott, akármilyen meleg is van neki, az volt az álma, hogy egyszer megihasson egy pohár vizet. Aztán vannak olyan gyerekeink lélegeztetőgépen, akiknek az az álmuk, hogy egyszer fürödni tudjanak, de ezek nagyon nagy szervezést igényelnek, hiszen lélegeztetőgéppel, csövekkel nem olyan egyszerű valakit egy medencébe elhelyezni. És nemrég történt két olyan kívánság teljesítésünk, hiszen a gyermekhospice-hoz erről is szól, hogy élményeket biztosítsunk, hogy az egyik 24 éves, nagyon-nagyon súlyos vese elégtelenségben szenvedő kislányunkat, aki egy 8 éves gyermek testi és szellemi szintjén van jelenleg tolószékkel, életében először vihettünk el moziba, ráadásul 3D-sbe, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egy másik kisfiú, aki jelen pillanatban az agónia állapotában van,
néhány hónapja még sokkal jobban volt, és őt el tudtuk vinni élete első színházi élményére az Óza Nagy Varázslóra, a Pécsi Nemzeti Színházba. Milyen dolgokat kérnek? Látod, ami neked mindennapi. Tehát, hogy én akarok, ez akkor ma elmegyek moziba. Ha akarok, akkor elmegyek színházba, és embereknek meg ez az utolsó olyan kívánság, amit jól egy pohár víz. Igen. Volt, tegnap beszéltünk, és meséltél egy nagyon érdekes történetet egy fiúról, ha jól emlékszem, aki egy bizonyos játékot kért, hogy ő azt odaadhassa a testvérének. Elég hosszan beszéltünk ugye tegnap telefonon. Hát, nem egészen így van a történet, nagyon-nagyon megható. Ezt a kis barátunkat el is búcsúztattuk a tegnapi napon. Itt egy olyan kívánságról volt szó, hogy a születésnapja közelgett, és nem számítottunk arra, hogy az ő állapota ilyen hirtelen romlani fog, mert egy életet veszélyeztető betegség van nála, tehát egy életet veszélyeztető betegség volt nála, és hirtelen egy hónappal ezelőtt nagyon leromlott az állapota, és az édesanyja ezt az egy játékot szerette volna neki megvenni, a Szem a tűzoltó játékkészletet, amit ő nagyon-nagyon szeretett, és nagyon-nagyon várt, és megígérték neki, hogy ezt augusztus 6-án a születésnapján, ami most lenne 5 éves, meg fogja kapni, és hát néhány nappal ezelőtt benn voltam elbúcsúzni ettől a kisfiútól, a szülők, a barátaim, és hát elmondta nekem az édesanyja, hogy ez soha nem fogja megbocsátani magának, hogy nem vette meg korábban ezt a játékkészletet, és akkor már úgy tudtuk, hogy órái vannak vissza a kisfiúnak, és én föltettem a Facebookra ezt a kívánságot, ez most volt vasárnap délelőtt, hogy kérem az országban az embereket, hogy fogjanak össze, és segítsenek nekünk, hogy ez a kisfiúhoz még oda juthasson ez a tűzoltó játékkészlet, és képzeljétek el, most is kiráz a hideg, hogy este 3:47 az Intercity-vel megérkezett Pécsre, és a kollégánk bevitte a kisfiú ágya mellé, tehát ez egy olyan csodálatos összefogás volt egy vasárnapi napon, ahol, amikor egyébként ez a játék beszerezhetetlen, és ilyen mindenféle szervezések kellettek hozzá, hogy megvalósulhatott. Ő már nem tudta ezt a játékot használni, de mi hisszük azt, hogy segített neki abban, hogy el tudjon búcsúzni, és a testvérét pedig azért említettük, mert az ő testvére 6 évvel ezelőtt elment, és amikor ő pár évvel ezelőtt már beszéltek a szülei a testvéréről, hogy ő a csillagokban van, akkor ő azt mondta, hogy anya, ő nem a csillagokban van, hanem ő a napban van, és én hozom a tűzoltó létrámot, felmegyek érte, és lehozom, hogy itt legyen. És most mi hisszük azt, hogy ő elindult azon a létrán, csak nem tudnak már lejönni. Ezért mondta, ugye, hogy szeretné az autót, hogy felmehessen. Igen, erről beszéltünk tegnap. Van egy Elefánt Klub, ami szintén megdöbbentő, és ezt így csináljátok, ez egy testvérklub, ugye, hogy a gyógyíthatatlan gyerekek az egészséges testvéreikkel együtt lehetnek, vagy bemehetnek hozzájuk, ugye, ez is nálatok van. Az Elefánt Klub az a gyógyíthatatlan beteg gyerekek testvérének a klubja, az azt jelenti, hogy ők jönnek oda, mint sorsközösség. Tehát oda nem jönnek el a beteg gyerekek, hanem ez a klub havonta egy alkalommal olyan programokat szervez, látogatásokat, kirándulásokat, amit csak az egészséges testnek szól, hiszen gondoljunk bele, hogy akinek gyógyíthatatlan beteg testvére van, ott nagyon kevés figyelem szülőktől rá, nem tudnak vele foglalkozni, nem tudnak elmenni nyaralni, nem tudnak olyan élményekbe részt venni, mert a család szét van esve tulajdonképpen, hiszen valaki 24 órában a beteg gyermeket ápolja, és minden figyelem ugye a testvérről szól. És azt láttuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos, hogy közösségben legyenek, és hogyha elveszítik a testvérüket, akkor továbbra is oda járhatnak az Elefánt Klubba, és vannak olyan sorstársak, akikkel ezt meg tudják beszélni, hogy ez számukra mekkora fájdalom. Van egy nagyon érdekes lélektani vonala is ennek az egésznek, hiszen azt mondja a gyermekhospice szakirodalom, hogy minden gyermek legalább egyszer az életében kívánja a testvére halálát dühében, ugye, hogy miért születtél meg. Ez valahol teljesen természetes, igen, és utána a lelki és amikor beszövetkezik, igen, akkor úgy érzi, hogy ezt ő okozta, és nagyon-nagyon sok feladatunk van ilyenkor feloldani ezeket a félelmeket, és segíteni az újrakezdést. Igen. De hogy bírod egyébként ezt lelkileg, ezen gondolkozom, hogy azért ezzel találkozni nap mint nap, nyilván, ha felnőttekkel történik, az is szörnyű, de a gyerekekkel az még megmagyarázhatatlanabb, meg elfogadhatatlanabb. És nyilván az ember belefolyik érzelmileg, de ugyanakkor ugye nem is szabad annyira belefolyni, hiszen ha te ezt megteszed, akkor az elveszi az energiát, és felülről téged. De közben tudom, hogy mindegyik kis lánya a kisfiúval, tehát komoly érzelmi kapcsolatban vagy, hogy ezt hogy lehet bírni?
Hát ez egy jó kérdés. Próbálunk mi is szakmai segítséget igénybe vinni, vagy venni. És jelen pillanatban azt a megoldást találtuk ki, hogy valamennyi kollégám, hiszen ebben nem csak én vagyok érintett, hanem valamennyi kollégám, akivel együtt dolgozunk a gyerekekért, ha megtörténik a haláleset, mint például tegnap, akkor legyen lehetőségünk kirakni egy fényképet, egy csokor virágot, közösen gyújtunk mécsest, és beszélünk arról a gyermekről, aki velünk volt, akit ismertünk, hogy egy kicsit hát le tudjuk vezetni, vagy nem tudom ezt jobb szóval mondani, tehát kvázi egy szupervíziót tartunk, és mindenki elmondhatja az ezzel kapcsolatos érzéseit, sírunk közösen, nemrég 2 hete egy nagy lányunkat veszítettük el, és ugye a Dóriházban van ravatalozó, egy tulajdonképpen üvegkoporsó, úgy kell elképzelni, mint hófehérke üvegkoporsója, és a nagy lány lent feküdt, addig, amíg el nem vitte a halottas autó, és ez is egy nagyon új dolog Magyarországon, mert a kórház volt 2 óra múlva elviszik az elhunytat, nekünk ezeket az élethelyzeteket szokni kell, edződni kell, és valamennyi kollégám lement a ravatalozóba, és elbúcsúzott a kislánytól. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk is fontos a gyász folyamatait ilyen szinten megélni, hogy tovább tudjunk utána küzdeni értük. Segít a feldolgozásban. Mekkora összegről lenne szó? Tehát most mi az az összeg, ami benneteket kihúzna a bajból, csak hogy tudjuk nyilván nagyságrendileg, hogy mekkora összegnek ugrunk neki, vagy mennyit kell összeszednünk, vagy megpróbálni. Havi alkalommal olyan 7 millió forintba kerül a működésünk. Körülbelül 50-en dolgoznak itt kollégák, 25-en főállásban, 25-en részmunkaidőben. Ennek egy részét mi elő tudjuk teremteni, 2-3 milliót minden hónapban, viszont az utóbbi 2 hónapban ezt a 4-4 millió forintot nem sikerült, így nem tudtunk fizetést adni a kollégáknak, tehát olyan 7,5-8 millió forintunk hiányzik jelen pillanatban. És ha ez az összeg megvan, akkor ezzel kihúzzátok már a támogatásig? Hát nagyon bízunk az 1%-ig, kell ugye még egy kis, hát hogy mondjam, szeptemberig még ledolgozunk egy kis hátralékot, de addig még lesz kampányunk, meg nagyon sok helyre próbálunk még fellépni, és ha megérkezik az 1% október elején, az viszont már segíteni fog évvégéig működni, és 2015-ös keretből az EMMI már ígért komoly havi 2-3 millió forintos támogatást. Ez alkalomból már bevizsgálnak bennünket jelen pillanatban, tehát különböző adatszolgáltatás és átvizsgálás már megkezdődött. Tehát akkor tulajdonképpen itt akkor egy augusztus-szeptember, október elején erről az időintervallumról beszélünk. Igen, egy átmeneti problémáról, ami viszont nagyon súlyos, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt át tudjuk hidalni. Hiszen a családok számára azt nem tudom, hogy mondtam, mert minden ellátás ingyenes. Tehát hogyha valaki csak 200 forintot tud átutalni, abból mi már egy gyermek reggeliét biztosítani tudjuk. Tehát itt minden ellátás a családok számára térítésmentes. Varvara, mi föltesszük akkor a bankszámlaszámot, ez egy unikredites bankszámlaszám, hogy itt van közlemény, vagy itt meg kell jelölni valakit. Azért láttam, hogy egy takarékszövetkezetet is átküldtél, de nem tennénk föl többet, hogy ne bonyolítsuk. Majd föltesszük a morningshow.hu-ra és a Facebookra, és akinek van internete, akkor azonnan szépen le tudja másolni. De hogy itt az Unicredit Banknál szoktak kérni közleményt, vagy bármit, csak annyi, hogy szemenféle alapítvány, hogy meg kell valamit jelölni? Semmit. Hiszen ezek mind támogatások, de ha megoldható lenne, mégis inkább a szigetvári takarék. Azt is fel tudjuk, amelyiket szeretnéd. És egy rövid történetet, másfél perc, hogy elmeséljek egy kis mesét, talán még sokan nem hallották, az a cím, hogy a falevél meséje, és arról szól, hogy egyszer egy kislány nagyon súlyosan megbetegedett, és a szülei mindent megtettek, és megpróbáltak az ő gyógyulásáért, de egyszer csak eljött az a pillanat, amikor elmondták nekik, hogy nem fogják tudni őt meggyógyítani. A világ összes orvosához fordultak, de végül is le kellett mondaniuk a gyógyítás lehetőségéről. És a kislány ágynak dőlt, föl sem tudott már kelni az ő ágyából, és a szobájából, ahogy kitekintett, egy nagyon magas terebélyes fát látott, és magához hívatta a szüleit, és azt mondta nekik, hogy drága édesanyám, édesapám, tudom, hogy mire ennek a fának az utolsó levele is lehullik, én már nem leszek köztetek. Akkor tavasz volt, és virágoztak a fák, aztán jött a nyár, jött az ősz, és a fa levelei egymás után hullani kezdtek, peregni a fáról, és megérkezett a tél, egy zord széllel, egyszer csak egy vihar lesöpörte a fa összes levelét a fáról, egyetlen egy fa levelet kivéve, amely a fa koronájának a csúcsán szilárdan állta a telet, az orr telet, és a kislány akárhányszor oda tekintett, mindig ezt az egy fa levelet látta maga előtt. Aztán beköszöntött a tavasz, és egyszer csak a kislány jobban lett, mindenki a csodájára járt, végül gyógyultan kelhetett föl az ágyból, és oda sétált az ablakhoz,
hogy megtekintse a fát, és ekkor vette észre, hogy valaki oda festett egy falevelet. És ezt szeretném megköszönni, hogyha bárki a mi munkánkat támogatja, akkor mi abban hiszünk, hogy egy-egy falevelet fest velünk a Dóri ház ablakára. De helyes történet. Jól van, akkor a takarékszövetkezetet tesszük. Jó, Barbara, hogy egyszerűsítjük a dolgot. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Jó, mindenképpen beszélünk még. Ne viccelj, persze, természetesen. Az ember próbál meg, azt szoktuk ott mondani, nyilván, hogyha ilyen lehetőség van az ember kezében, hogy ilyen rádióműsor, akkor ez kötelessége is. Beszélünk néhány nap múlva, jó? Hogy jó, hogy állunk, mennyi jött össze, ilyenkor a hallgatók is nagyon szeretik tudni egy-egy ilyen történet utóéletét, hogy mennyit sikerült az ő segítségükkel összegyűjteni. Hívunk, jó, Barbara? Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, jó munkát nektek, köszönjük szépen. Na nézzük a konkrét tényeket, akkor ugye ez egy takarékszövetkezet bankszámlaszáma, mi ezt feltesszük akkor a morningshow.hu-ra, valamint a Facebook oldalunkra. Azért nem kezdünk el most diktálni, mert toll rosszul ír, félreír, rosszul utal, rossz helyre utal, az a legjobb, ha ezt valaki följön, ha nincs internete, valahol szerez, megnézi, és hát itt minden összeg számít, tehát azt is szoktuk azért mondani, hogy senki ne gondolja azt, hogy hallottuk egyébként Barbarától is, hogy 1000 forint, 2000 forint, 5000 forint nem segítség, a legkisebb is. Sőt, ugye ilyenkor mi mindig bekérjük az utalások mennyiségét, és ritkábban van az, hogy valaki utal 1-2 milliót, bárcsak lenne, olyan is szokott azért lenni, hanem ezekből a sok kis 5000, sok kis 10000, sok kis 3000 forintokból jönnek össze a nagyobb összegek. Egészen megdöbbentő módon. Forint. Sok millió forint, mint egyébként abból, hogy most valaki azt mondja, hogy ad mondjuk 1 vagy 2 millió forintot, de hát ha ilyen van, akkor természetesen azt is köszönjük. Forintra pontosan látjuk az utalásokat, hogy mennyi. Hát és a jövőre érdemes rájuk is gondolni az adó 1% kapcsán, mert hogy egyébként sajnos még mindig az a helyzet, hogy az adózóknak kb. A fele az, aki felajánlja az adó 1%-ot, jövőre lehet rájuk is gondolni, és akkor lehet, hogy egy picit több is marad nekik, illetve több is jut nekik, meg ugyanakkor azon is érdemes elgondolkodni talán egy picit így, hogy egy ilyen munkát végző alapítvány hogy kerülhet ilyen helyzetbe, hogy bizonytalanná váljon a jövője. Igen, hallod, most még ugye nem értek el abba a státuszba. És igen, csak ez valaminek a következménye. Hát igen, ugye. Hogy igen. Ma jövőre lesz pénz, és igen. Akkor az idén. Jó, de az a lényeg, hogy vannak ilyen emberek, akik ilyen munkát segítenek. Csinálnak, és vannak ilyen emberek, akik segítenek. Jó, a bankszámlaszámot akkor mindenki keresse az interneten, minden segítséget előre is. Köszönünk szépen nektek. Drágák vagytok, 8:30 múlt, pontosan 7 perccel, 3-asugrás játszunk, ráadásul Forma 1-es jegyekért megy majd a harc, szupergold jegyünk is van, 3 napos belépőnk is van, úgyhogy lehet írni SMS játékra. Jelentkezve pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Itt vagyunk, egy-két SMS és hozzászólás az előző beszélgetéshez, valamint egy-két kérdés. Potyognak a könnyeim hallgatva a riportot, bár a számlánk nagyon mínuszban van, de utaltam 5000 forintot, bár csak többet tudnék, a sok kicsi sokra megy. Ezt Kriszti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Remélem, hogy a későbbiekben kellő figyelmet fordít rájuk az állam, és megkapják a megfelelő támogatást. Én utaltam, segítsen mindenki, aki tud. Ezt Robi küldte nekünk. Már utalok is 50 000-et. Ennyit telik tőlem, de szerintem ez is sok-sok sikert és szép perceket. Nekik ez Timcsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon szomorú, hogy ilyen alapítványokra ebben az országban nincsen pénz, mindenki segítsen egy kicsit, ha csak egy picit teszünk hozzá, azzal is több lesz, írta nekünk Ricsi. Köszönjük szépen. Nem lehetne SMS-ben pénzt adni, kérdezi valaki. Nagyon bonyolult már azokat az SMS számokat létrehozni, abból a felét elteszi a szolgáltató, bonyolult. Tehát ez volt most a legegyszerűbb, higgyétek el, hogy mi is mindent körbejártunk. Lehet, hogy okoz némi fáradtságot, utána kell be kell menni egy bankba, ha valaki nem tud internetbankon keresztül utalni, de ott van a számlaszáma a morningshow.hu-n, ott van a számlaszáma a Facebookunkon, bementek, megnézitek, leírjátok, bementek, és ez a dolog megoldható. És ha nem ma mész be, hanem úgyis hónap elején mész utalni, akkor is jó fog jönni. Tehát ha most felírod a számot, nem felejted el, és amikor egyébként mész a bankba utalni, mit tudom én, 3-án vagy 5-én, akkor is átutalhatod. Abszolút. Meg vannak ilyen csekkek, amiket ott felmar az ember, fönn van az oldalunkon az alapítványnak neve és számlaszáma, beírod, és elküldöd az összeget a postán keresztül. Sírok a riport hallgatása közben, 3 egészséges gyermekem van, nem megy összege, de segítek, írja nekünk egy hallgató. Igen, hát az ember, nem mondom, hogy önző módon, mert nyilván ez nem önzőség, de az ember mindig hirtelen a saját gyerekét képzeli hasonló helyzetben. Nem? Automatikusan erre gondolsz, hogy ennél szörnyűbbet az ember nem is tud elképzelni. Megdöbbentő ez a téma, minden tiszteletem a hölgyé és a kollégáinknak is szintén. Az elérhetőségeket tegyétek fel, fogunk utalni. Föltettük, ott van. Nem bírtam ki sírás nélkül, hálát adok az égnek a 3 egészséges gyermekemért és unokámért.
Hová küldjem a pénzt? 33 éves vagyok, folynak a könnyeim, nekem se jut mindenre, de mondjátok már, és azonnal küldöm, ez szörnyű. Hát ahogy mondtuk a morningshow.hu-n és a Facebookon ott van egyébként. A sok falábú focistának épített stadion helyett az ilyen dolgokra kellene sokkal több pénzt áldozni, írja egy hallgató, aki nem írta alá, de ez is egy jó hozzászólás. Köszönjük szépen. Igen, így de ez van. Nem a játékra kellene, a mozgásszervi rehabilitációra. Nekik igen. És a pszichológiai utókezelésre a tegnapi vereség után, igen, annyira szánalmas, hogy elképesztő. Jó, drágák vagytok, köszönjük szépen. Mondani fogjuk, hogy mennyi jött össze már holnap is, beszélünk Barbarával adáson kívül, és akkor a hét második felében pénteken, vagy jövő hétfőn megnézzük, hogy mennyi volt az összeg. Jó, aki tud, az segítsen. Ha valaki esetleg lemaradt volna, akkor a morningshow.hu-n ezt a beszélgetést nyugodtan visszahallgathatja, és akkor tud egy kicsit a lelkiismeretén is könnyíteni, mert olyan sokan vannak, akik nem tudják, nem bíznak senkiben, félnek, nem merik, és akkor ezzel vagy megnyugtatja a lelkiismeretét az ember, hogy á, biztos úgysem egy jó helyre, nem? Legyint rá egyet, és akkor ezzel így el van intézve. Mi mindig olyanoknak segítünk, ahol jó helyre megy, higgyétek el. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer mindenkinek. Na, Forma 1-es egyeink még mindig kitartanak, olyannyira, hogy tegnap bár elvittek tőlünk egy szupergoldot, de még van bőven, úgyhogy még vihető szupergold egy is tőlünk, de az is lehet, hogy a játékosnak érdemes megállni és elvinni a 2 darab 3 napos belépőt, ami szintén nagyon klassz, és nem kockáztatni. Megnézzük már is, hogy ki a játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok, István vagyok. Hello, István, honnan hívsz minket? Budapestről. Na, innen könnyű akkor elmenni a Forma 1-es pályáig. Igen. Nem kell sokat utazni. Igen, ki szereti nálatok, te vagy valaki a családban? Én is szeretem, de a fő fanklub tag az édesanyám. Na, de helyes. Mama. Hogy hívják a mamát? Erzsébetnek, és hát őt vinném magammal, hogyha sikerül. Erzsébet kihasítana a Forma 1-re, tényleg? Minden egyes futamot nézem a mai, igen. Hány éves? Hadd kérdezzem már meg. Decemberben ez 60. De jó. 70, bocsánat, 70. Úgy fiatalítom a mamát. Hát egy 10-es lecsippelt az ember. Azon emberek életkorából, akiket szeret, igen. És kinek drukkol, azt tudod? Hát nem, megmondom főfiasan nem, de ha jól emlékszem, talán a Hamiltonnak. Hamilton szeretett, mama Hamilton rajongó. Csúnya Alonso, ne menj olyan közel hozzá! Figyelj, és akkor ketten mennétek, tehát te vinnéd őt? Igen. Ez neki nagyon nagy élmény lenne. Így gondolom én is. Igen. Figyelj, akkor lehet, hogy jobb biztosra menni, és ha megvan a 2 3 napos, akkor megállni. Ezt én rád bízom. De tudod, hogyha a harmadikat elrontod, akkor viszont azt is elbukod, amit megszereztél, viszont az első jó válasz után már megvan a 2 darab 3 napos jegy. Rendben. Jó, de ezt rábízom, okay. Majd beszélünk a kérdésekről, aztán meglátod, hogy hogyan tovább. És nem akarunk nyomasztani, de hogyha elbukod, akkor már nem csak az Alonzot fogja utálni a mama. Igen. Vagy titokba kell előtte tartani, hogy játszottál ilyen. Na jó, van, mehetünk? Mehetünk, figyelek, köszönöm. Így szól az első kérdés 2 darab 3 napos jegyért. Hány hengeresek az idén bevezetett Forma 1-es turbomotorok? Nem kell kapkodj. Ne kapkodj. Mit tudsz róla, mit gondolsz, nem mit bonyi. Hallottál? Szerintem ezt tudom, mert neten utána nézegetek ennek. Én úgy tudom, hogy 6 hengeres. 6 hengeres, így van! V6-os, amiből 6-os jelenti nyilván nem értek hozzá, mert a V az 5. Vézolika, 5 Zolika. 5 Zolika Balaton. 5. Zolika Balaton, igen. Jól van, megvan a 2 darab 3 napos jegy. Ez már baromi nagy öröm a mamának, ez egészen biztos. Ben van a mama. Oké, köszönöm. Mama, góztú magyarod. Már vetette a lábát. Na most a második kérdés, az ugye ugyanez, csak Red Bull relikvia. Most azt nem értem, hogyha most ezt te elbukod, akkor csak a Red Bull relikviát bukod, vagy egyet is? Mindent elbuksz. Mindent. Ez a durva benne. Ez a durva. Hogy megéri-e vajon néhány Red Bull relikviáért, amik nagyon szépek, nagyon jók, és hogyha... Na, pólók. Ezt az egyet még szeretném bekockáztatni. Azt a mindenségét. Tehát a mamát Red Bull relikviába öltöztetve vinnéd ki a Hungaroringre. Még az is meg lehet, igen. Húha. Ajaj, hogy baj legyen. Nagyon nehéz. De szerintem én nem merek semmit mondani. Hát figyelj, ezek egy több százezeres jegyek. Én nem mondom, hogy igen, mert akkor az lesz, hogy én mondtam, én mondom. Nem. Jó, oké. Tehát, Jani, milyen nehéz? Segítünk egy kicsit? Egyetlen ilyen.
gyakorlatilag ez a kérdés egy olyan dologra vonatkozik, ami egy totális kuriózum, de pontosan ezért mindenkinek ismernie kell. És csak mondom, hogy a Red Bull-os relikviák között van Red Bull-os szemüvegtartó, konyharuhakészlet, bakanál, a magának, tehát hogy fog örülni. Fűszertartó. minden, amit szeretem a ma. Igen. Na, neki menjünk? Igen. Jó, ne kapkodj el, majd mondd meg, hogy mire gondolsz, aztán majd valahogy összehozunk. Jó, így szól a második kérdés, 2 darab 3 lapos jegyért és Red Bull relikviákért. Ki az a Forma 1-es világbajnok, akinek az édesapja is világbajnok volt? Nem kell kapkodni? Nem, tudjuk, mit mondott átérben, de lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Igen, bárki mondott bármit, csak azt hallottuk, hogy mond valamit. Neked szóltak? Nem, Murphy törvénye, egy barkácsáruházban vagyok. Oha. Mert vásárló. Jól hangzik. Nekem egy név eszembe jutott. Na, szóval, hogy ugye ő világbajnok, volt valamikor, mert nem mostanában versenyzik. Kétszeres is. Kétszeres, és az édesapja is. És ő is kétszeres. Tényleg? Uh-huh. Ah, minden. Kutyafár. Na, van valami? Nem őt kereste Palik László? Ez a hova? Meleg. Akkor mondhatod, akkor jó helyen vagyunk. Demon Hill, így van. Na, most kéne megállni. Oké, akkor megálltam. Jó, szerintem is, mert nehéz a harmadik kérdés. 2 darab 3 napos szupergól, hogy egyet nem adunk ám csak úgy oda, tegnap is. De nem. Tudtad. Mondjuk nem. Ezt tudni is illet, hiszen édesapjára elneveztek egy korpás kenyeret is, a Graham. Igen. Jó, megállsz akkor? Meg, igen. Jó, szerintem ez egy jó döntés, István. Hát nagyon jó mulatást kívánunk akkor nektek. A mamával a Forma 1-en. Remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni, de hát biztos. Biztos, el is mondom neki, mert most megyek hozzá. Jó, lepd meg akkor, hogy ne csináljon programot a hétvégére, mert megy Magyarodra. Jó? Oké, nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot, István. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, szia. Hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Első kérdés a mamától. Gold Tribune? Megálltál! Igen. Na jó van, ügyesek voltak. 8:09 jövünk a hírek után. 9:09 szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó kis Robbie Williams. Ez jó dal. Nem jó, nem. A jó dal az úgy van, hogy pom, pom. Ugye? Az a bejben becsuktam. A reggeli dallamtapadás. Igen. Kész vagyok. De mióta meghallgattam, elmúlt. Még így se jön vissza, hogy eléneklem neked. Can be over. Igen. Can be over. Kik volt a Full Moon? Full Moon. Fú. Nagyon jó. Igen. Na, visszatérve csak még a bankszámaszámra egy mondat erejéig, senki ne várja, hogy ha fönn van Facebookon, megkapja. Mert ahhoz nektek meg kell nézni az eredeti posztot. Mert nem fogjátok megkapni. Aljaskodik a Facebook gyerekek. Észrevettétek? Aha. Uh-huh. Már, hogy most mondta el a Laci nekem ezt, mert ő ugye... Te nem tudtad ezt? Mi Facebook atya úristenünk, hogy mivel ugye mi cégként vagyunk fönn, mint Morning Show, uh-huh. Ezért azt csinálja a Facebook, hogy nem küldi el automatikusan érte. De neked se. Tehát, hogy neked van 60 ezer rajongod, ne gondolt, hogy mind a 60 ezer megkapja. De most én direkt megnéztem, a Lacival összenéztük, nekünk ugye van körülbelül 300 ezer, 260-nál vagyunk, abból most megkapta 5 ezer. Én nekem van fönn, mint én múlt hétről egy, nekem van azt hiszem 47 ezer, abból nekem 16 ezer kapta. Igen. Tehát, de hogy már arányaiban sokkal föl kell menni, meg kell nézni mindenkinek. Igen, menjetek föl a... Igen, csak a Facebook lényege tulajdonképpen ez volt, hogy posztolsz valamit, azt mindenki látja. Most ha ezeket elkezdik leszedegetni, akkor ezt nem értem. Az van, hogyha neked van 100 ezer követőd, 50 ezer követőd, bármennyi, mondjuk nyilván hétköznapi embernek mondjuk talán nincs annyi barátja, de hogy nem azt jelenti, hogy te beírsz, amit posztolsz, és azt mind az 50 ezer látja. Azt nem. Tehát azt szépen visszavették. 40-re, 30-re, ezt folyamatosan veszik vissza. És ugye te már azt se látod, hogyha van egy 300 fős társaság, akiket te bejelöltél, hogy ők mit posztolnak, és nem érted, hogy mi az a nagy csönd a Facebookon, aha. Mert mint 3-4-5-6 órája nem történt semmi, de ők posztolnak, csak azokat annyira levették, aha. Hogy egyszerűen már nem látod. És akkor meg kéne venni reklámba, hogy ez például menjen ki? Lehet ilyen hirdetéseket, igen, akkor el tud küldeni, tehát meg van határozva, hogy kb. Hány emberhez akarsz eljutni, és akkor ahhoz képest egy olyan összeget te befizetsz, és akkor azt garantálják, hogy a te követőid közül azt annyian megkapják, így van. Tehát az már nyilván értem, ők ebből ugye pénzt akarnak, hogy ne az legyen, hogy valakinek van mondjuk egy komolyabb cégnek, nem tudom, 500 ezer követője, egy gombnyomással ő tud ezen ingyen reklámfelületet szerezni. Tök meg van határozva, hogy 10 000-enként vagy 100 ezer emberhez való eljutás, az hány forint? Kevés. Dollárról átszámítva. Igen.
Na, 143 lájkolták eddig egyébként a felkérésre, segítsétek a Szeménfény Alapítvány munkáját, illetve 303-an már meg is osztották. Minél többen osztjátok meg, annál több emberhez jut el. Olyanokhoz is egyébként simán eljuthat, akik nincsenek fönt a mi Facebook így oldalunkon. Így van, hát megosztással aztán ezt tovább lehet küldözgetni. Hmm. Mi lehet vajon kelepelekkel? Az ki. A gólya, ne, hogy már nem, a tegnapi névadás neked már egy smafu? Vagy minden nap egy új nap, gyerekek, ami tegnap történik. Én minden reggel úgy kelek föl, hogy minden napon ott van a lehetőség, és elfelejtjük azt, ami tegnap történt. Mi lehet a gólyával? Így van. Ez a törött lábú gólya. Így van. Mind a két lába eltört. A máji madárvédők vitték el, tudomásunk szerint, de nem tudjuk, hogy mi történt, hogy történt, hogy mi volt a dolognak az utóélete. Ez valami szörnyű, én nem is akarok beleavatkozni, mert nem akarom, hogy gólya családok jelenjenek meg a házam előtt. Itt szerintem valami gólya és gólya közt ilyen klánosféle leszámolás, tudod, mint Dél-Olaszországban. Tehát egy gólyának eltörik mindkét lába, valószínűleg nem fizetett védelmi pénzt. Még egyszer a békánk, eltöröm mind a két lábad. És tényleg pörgő rugással. Nyitott egy éttermet, rossz emberrel vitte be a helyet. Ez valami gólyaháború, ebben jobb nem belefolyni, ha nem akarod, hogy feldühödött egyrészt gólyacsaládok legyenek a házad előtt, kettő reggel egy átvágott gólyafejet találjál az ágyadban. Fura, hogy egy gólyának levágott békafejet. Levágott békafej legyen az ágyadban. Igen, elvitték valahova, és itt ott van. Most őt gyógyítják. Magyar gyerekek, ha jól tudom. Ugye? Igen, magyar gyerekek gyógyítják. Mert hogy a törökök vágták meg. Így van, a török gólya vágta meg. Nem, a török gyerek megvágta, és a magyar gyerek gyógyítja. Így van. Így van, zeneakadémiások síppal dobban Nádi Hegedővel, illetve jó, van a szakorvos is. Kezdünk megint Csát Gézába átmenni, lehet egy kicsit szűrába, mint a tegnap és a tegnap előtti adás, igen. Annyit tudunk csak róla, hogy bevitték egyébként, és hogy talán egy pár beszédről tudunk csak. Glicem, mitörvére salábat kérdezte a doktor úr, és akkor Elek visszakérdezett, hogy hát neked van diplomád, mondd meg te. Igen, illetve ide valaki még visszatérve egy pillanatra a Facebookra, hogy az a poszta tudja, amit a posztász visz. Így van. Atya, jó, úr, és az első csöngetőt, és utána még mindenképpen várjátok egy kicsit, mert a posztász mindig kétszer csönget. Ne így el több teját. Figyelj, én eszekbe veretetlen, hogy egy hétig Spanyolország voltam, tehát a dos pizzos finomos kéros por favoros, az ameddig akarod. Nekem az haveros. Úgy tolasz, nekem is haveros ugyanaz, az dos aquos por favoros finomos vizos, megiszosz. A legprimitívebb. A lehető legprimitívebb. Egy országban úgy beszélni, hogy fölveszed ezt a nyelvet. És már gyűlölnek a végén érte. Rettetesen gyűlölnek, mindenki megkérdezi, hogy mi ez a fura nyelve, senki nem érti, mert így nem beszél senki, és annyira rákattansz, hogy egy napig beszélsz így a barátaid, és utána erősen kell dolgoznod azon, hogy már a reptélen visszafelé legyere róla, mert ott már magyarok állnak előtted, mögötted, és nagyon kellemed. Útlevelosz, odaadosz, aeroportosz. Vigyázz, nehogy baj legyosz. És annyira ráfűzöl, hogy amikor ott jöttünk észre, mert nagyon kellemetlen, amikor beálltunk ugye becsekkolni a majorkai reptéren, és ott, amikor már így beszélsz, és senki nem mosolyogva néz vissza, hanem úristen, kellemetlen. A 6 éves gyerekek szintjén vagytok, de így beszéltek, ott kellett lejönni erről. Szóval figyelsz, egy bizosz kérosz, balázosz, nagyon szomjasz. Párbajosz, hátosz, sportosz. Na, egy provokatív brit kutatás. Utáljuk a brit kutatásokat, pontosan ezért foglalkozunk velük. Megfejtette, hogy ki hogy alszik az ágyában, olyan a párkapcsolatban. Azt a mindenség. Bizonyám. Pucér és pőre? Hát pucér, alsónadrág, póló és alsónadrág. Olyan van benne, ne haragudj. Két részes pizsoma. Tessék? Jéger alsós van a kutatásban. Jéger alszósz, begombolósz, emeteles ágyon alszósz, fölmászósz. Az igen. Nincs. Azt szerintem nincs. Várj, hát két részes passzolós pamutatléta és boxer, még az sem az. Sejjen boxer, pizsoma vagy köntös. Ki alszik köntösben? Ki mire vágyik az ágyba? Hugh Hefner. Az igaz. Sejjen köntösben. Ő igen. Csempkötösben alszik. Hugh Hefnert, a Playboy alapítójáról van szó, ugye az Atyaistenről. Őt én még csak köntösben láttam. Aha. De hála jó Istennek, mert azért meglepődnék, ha egyszer felmásznék az emeletes ágyunkra, és ott találnám pucér a Hugh Hefnert egy szivarral a szájában. Az még meglepő lenne. Hát biztos, hogy lemásznak. A kis lakásodban ott ülne. És ő is meglepődne, hogy ott ülne. Na, de azt mondja, hogy a kutatás egyértelműen megmutatja, hogy kinek milyen a házas élete, megkérdezték, hogy ki miben alszik, és azt összevetették a párkapcsolatával, vagyis pontosabban azzal, hogy boldog párkapcsolatban éle. És kiderült, hogy mást mondanak a hálóingesek, mást mondanak azok, akik pizsomában alszanak, és mást mondanak azok, akik pucéran alszanak. Máshogy lazulnak el, más az alvás minősége. Más a párkapcsolat. Valamint a bőr többet találkozik a finom szövettel, például aki mesztelenül alszik. Nagyon jó.
Király. Ki miben alszik, tessék? Hát te, mit, te nyáron sikerasózol? Én mindig hordok valamit, egyedül a kitelepüléseken vagyok pucér. Nem félsz, hogy rád nyitnak? Én ott vagy pucér, azt hittem, hogy ott veszel fel valamit. Igen, nyilván... Ott viszont várja, hogy valaki rá. Ott viszont várja, hogy valaki bekopogja. Nyilván abban, hogy otthon mindig van rajtam valami, benne van az is, hogy van egy serkülőfélben lévő lányom, akivel nem osztanik meg volt, mindent. Tehát 15 évvel ezelőtt, akkor hogy aludtál? Akkor meg Móni volt nagyon fiatal. Akkor még Móni volt 8 éves. Megbeszéltük, hogy nem dumálunk erről nagy nyilvánosság előtt. Gyerek szerelem. Érdekes, hogy a nők nem tudnak mesztelenül aludni. Én ezt észrevettem, hogy a nőknek a szégyenérzete valahogy szerintem erősebb, és ezáltal nekik mindig szükségük van arra, hogy legyen valami rajtuk. Aludtatok már mesztelen nővel? Előfordul. Nem úgy értem, hogy az alvás minden szakaszában, de hogy akkor a legvégén fölkapnak magukra valamit, hogy figyeld meg. Aha. Móni is mindig felvesz egy maci alsót, meg egy gimnasztgyorkát, és egy usánkát, gumicsizmámat. De nem tényleg, hogy ritkában alszanak a nők mesztelenül. De ők szeretik ezeket a kis pizsiket. Igen, vagy egy kis bugyi, egy kis póló, már az elég. De egyébként szerintem jól is néznek ki. A pizsama? Igen, mondjuk nekem egy picit ilyen tudathasadásos állapotot okoz az, hogy milyen Mickey Egeres van Móninak, meg ilyesmi. Aha. De szereti ezeket. A legdurvább mondjuk a spongyabobos. Lejjebb vízi a kort, vagy mi? De igen, valahogy, de ezek olyan kis csinik, olyan kis helyesek, és tényleg jól is állnak nekik, meg valahogy ilyen, mit tudom, könnyű nyárias viseletek. Mm. Én is szeretem egyébként a kicsit bővebb, mert én semmi szűket nem hordok például alváshoz, amikor nem vagyunk kitelepülésre. És a pasi pólóban alvó nő? Tehát aki a pasiának a pólóját. Azt helyes szerintem, hogy a nő fölveszi a pasi a pólóját. Én azt bírom. Tehát az jól áll egy nőnek. Vagy a nő fázik, és mit tudom, elmennek sétálni, és a pali pulóverét veszi föl, az szerintem tök jó. És a nő bébi doljában alvó férfi? Az még jó. Az vagyok én. Most lelepleztél. Alig várom, hogy amíg elmenjen szonyozni, felveszem a kedvenc bugyját. És abban várom. Igen, és abban várom. Igen. Az arra lenne kíváncsi, hogy mennyit kamuznak az emberek az első éjszaka, amikor együtt alszanak valakivel, ahhoz képest, amiben valóban alszanak. Biztos nagyon megy a terelés, nem? Tehát hát, hosszú párkapcsolatban már nem figyelsz arra, hogy minden este valami nagyon elegánsat vegyél föl. Az elején még azért, amikor randira mész, akkor még az... Nem az első, és akár pont az van, hogy az első szex van. Igen, meg. És hát ott még azt veszed föl, és abba alszol utána, ha ott alszol nála. Nem, hát hogy olyanba alszol ott utána, be azért még úgy este is, vagy éjszaka is jól nézel. Tessék? Igen. Igen, egy autós moziba? Igen. Gombos, ez sokáig fog tartani. Juli, te mivel alszol? Hello. Pucérkodom. Pucér vagy? Hát minek fölvenni egy pizsamát, hogyha ott van a takaró? De nem, most nem csak a pucérságban vagy a nejlon pizsoma 76-ból, tehát a kettő között azért az elmúlt 30 évben van átmenet. Én értem, na de hát amúgy minek? Minek felhúzni éjszakára. Tényleg? Egy kis sortocska, pólócska, nem? Soha nem aludtam még. Én csak akkor veszek fel pizsamát, hogyha nagyon hideg tél van. És nem tudjuk eléggé felfűteni a lakást. És megbetemedett az ablak. Így van. De hát mi a túrónak? Hát meg különben is amúgy is. Úgy is lekerül. Úgy is lekerül. Megint mi táborban vannak a gyerekek? Vagy megint leadtátok őket? Kis táborozás? Lefújtad róla a port. Szóval praktikus, kényelmes, egyszerű. Hát mi? Minek fölvenni egy ruhadarabot, ha egyébként befekszel egy ágyra, magadra húzod a tiszta takarót, hát mi? Kényelmesebb, egyszerű. Nem vág be sehol. Tehát azt mondják, hogy a pizsama alá ugye nem vegyél föl. Ne vegyél föl bugyit, mert... Nem, van, aki még úgy alszik, hogy fölvesz egy bugyit, és rávesz egy pizsomát. Vannak ilyenek. Jézus, Atya úristen, de mitől fél? Hát, hogyha a pizsoma alá nem veszel föl bugyit... Kint alszanak a kertben. De a bugyit és még pizsomán? Azért az... De van ilyen, de hogyha a pizsoma alá nem veszel föl bugyit, akkor minek veszel föl egyáltalán pizsamát, meg bugyit, meg bármit? Ezt a pizsomát sem értem a paliknál. Számomra ez teljesen felfoghatatlan. Miért? Miben alszol? Én általában mesztelenül. Hihetetlen. Ilyen jobban voltatok a palikkal, hogy el is mondta ezt is. Hogy? És az amikor miben alul? Azt mondtad, hogy a paliknál. mindent tudok róluk. Nem, a paliknál azt nem értem. Felveszed ezt a begombolós hosszújú pizsomát, és felveszed a hosszú pizsomanadrágot. Hát az, és minden bőr lóg rajta, az hogy néz ki? Figyelj, most valamelyik a boltunk egy ilyen mondjuk, hogy prémium kategóriás, egyébként az csak az Outletben volt bent, és akkor bementünk, megnéztem, hogy mik azok a kis cucca. És azt hittem, hogy azok férfi pólók, mert én utcára simán felvettem volna, hogy aztán mondom, kezébe temette az arcát, és mondta, hogy azok pizsamák. Tehát, hogy és te meg akartad venni, mint férfi póló? Simán hogy én ezt majd utcán is fel, ugye jó ez a póló. Hát nevellek, de még azért el kell beszélgetnünk egy pár szóval. Nézd, leértékelt póló. Igen, veszek belőle hármat. És a sejjen pizsi, az milyen? Szerintem egyrészt hideg, kettő, a pizsi a palit öregíti. Tehát, hogyha te 40 éves fejet egy hosszú, újú, hosszú lábú pizsomával alszol, annál
papperosabb szerintem nincsen. Szépen begombolod a zuhanynál. Rendes nyaka van. Rendes nyaka van, és bebújsz a kis ágyikodba egy pizsomába. Hát az szörnyű. Ja, mondjuk ezt a sejem ágyneműt se értem. Ha. Az is érted rá. Meg lehet szokni, mondd ezt, meg lehet szokni. Nincs fel, én utálom a hideg, mert beleízze a hideg. Nincs olyan nagy baj, főleg úgy, hogy minden nap cserélik. A komornyik. Nem jó, egyébként nem jó. Tehát hideg csúszkálsz rajta, legurulsz az ágyról, vagy lecsúszol az ágyról. Na nézzük, a mesztelen pasik, tessék. Na. Ha a pasid, ez a csajokra is vonatkozik? Nem, ez csak a pasikra valószínű. Igen. Magunkra nézzük. Ádám kosztümben érzi magát a legjobban, akkor valószínűleg lobbanékony és temperamentum a személyiség. Ádám kosztümben befura. Én ezt aláírom nálunk, amiről az nagyon szeret. Mesztelenül aludni? Mesztelenül aludni, és néha a kanapé előtt nyomja el az álom, és akkor a gyerek lecsattog. És én meg szaladok előre. Ott ül egy háborút marmunkanna. Ott ül, igen. Egy füstölgöc, igen. Ott ül egy vángal az ölében. Igen. És mesztelenül alszik el a kanapén? Hát előfordul, hogy igen. Én csak ott dobom le, ha már megyek aludni. Addig nincs. Na de nálunk a gyerekek elalszanak, utána ugye a Miró amúgy is elég későn ér haza, és akkor lefekszik. És akkor előfordul, hogy például amikor a gyerek reggel fölébred, akkor ő még alszik. Uh-huh. Ezért belép a lakásba, és azonnal ledob mindent? Igen, persze, sőt, az ajtóba már letúlja. Ne, a gyerek látja saját apját mesztelen, az nem baj. Nem olyan nagy, hát szerintem az tök cikk, amikor itt... Meg elkerül. Igen, az a baj, amikor fekszel kicsit a hátadon, ilyen magatetetlen pózba, és akkor ott az nem annyira szerencsés, igen. Hát, hogy én olyankor beszoktam takarni. De nem, betakarom, de nem, semmi gond nincs. Fura látvány az a jurta ott a Weckerlin, de egy... Tessék, hogy mire vágyik az a pasi, aki messzenül alszik? Ki alszik hármunk közül messzenül? Csak én? Te is. Ne, ketten alszunk messzenül. Én repülésekben vágyok. Igen, az a jéger alsós kategória nincs is. Nem ismer határokat, szexuálisét vagy a hatalmas. Hoho! Egy, csak a leoltott lámpánál szeretkező lánynál a szóba se jöhet, csak az igazán bevállalós vadmacskák tudják hosszú távon fenntartani az érdeklődését. Szeret ő lenni a domináns fél, értékeli a változatosságot. Ezek vagyunk mi a messzenül alvó. Póló és alsó nadrág. Az nem áll rosszul egy palinak, egy póló és alsónadrág, az nincs baj. Nem? Azt szoktam. Szoktad? Póló alsónadrág? Igen. Az mit csinál? De előtte le is edzek benne. És várod a csütörtöket, hiszen akkor van nálatok vízhasználat. A spórolás egyében csütörtök a fürdést. Én azt tökre szeretem. Egy jó pamut póló, meg egy jó bő boxer. Jó bő boxer? Jó bő boxer. Kedvenc együttes, foci csapat, agyonmosott golyatáboros póló, mindegy csak kényelmes legyen. Érzelmileg valamilyen szálon kötődjön hozzá. Olyan pólót veszel fel, amihez kötődsz érzelmileg? Gólyatáborosat? Nem, izét. Újvárklub 1989. Metalikás? Nem. Én a mintanélküliben hiszek. Ha párod ebbe szeret ágyba bújni melléd, akkor valószínűleg mindig meg tud nevettetni, mivel igazán szórakoztató és vidám egyes. Ó, Jani! Ez te vagy! Nem, így van, mindig megkacagtató. Ez se lett nagyon. Mély érzésű és jó szívű fiú, aki lelkemény, mindig kicsit gyerek marad. Mire vágyik az ágyban? Ez vagy te? Papás, mamás. Nem szokás a ajtós túl rontani a házba, értékeli a romantikát. Na jó, hát ez nem te vagy. Ez nem tudom, hülyeség, mert tényleg mi az, aki pucéram fekszik, az nem mély érzésű. Tehát, hogy milyen, mik ezek a sarkítások? De jó érzésű, nem mondtam, hogy nem jó érzésű, azt mondta. Megcsinálták a kutatást, és mit tudom, nyilatkozott nekik 1000 férfi, aki pólóban és alsógatyában alszik, és elmondták, hogy ők inkább romantikus. Nyilatkozott nekik 1000 mesztelenül alvó férfi, és elmondták, hogy ők nagyon szeretik, és ebből állították össze. Jó, ezt. És akkor amikor a férjem mondjuk egyik hétről a másikra, tehát hogy akkor ma mondjuk pucéren alszik, de holnap fölvesz egy pólót, és egy gyöngyel, én megnézném, mi van a póló alatt. Ha egy férfi évekig pucéren alszik, majd egyszer csak pólóba alszik, akkor vagy kiszívták akkor a nyakát, vagy megkarmolták. Hát, ugye? Tehát vagy azért egy bőrbetegséget kapott el valahogy. Akkor kezdjem el lecsekkolni. Finoman. Hirtelen pólót vesz, hirtelen nem zuhanyzik előtted, ott valami van a háton. Akkor sérülés nem tüdőszűrésen volt. Bizonyám. Ha nem bőr és nem ibelte gondozó. Igen. Lassan olvad fel. Te vagy. Én vagyok a lassan olvadó? Igen. Te vagy. Hát, lassan olvad fel. Néha kicsit szorong az ágyban, ezért sose kritizáld. Gyengétségre és egy kis játékosságra vágyik. Nem bánja, ha te diktálod az iramot. Átengeded a kezdeményezést? Azt szeretem, nem a igen? Persze, ilyen egy kicsit. Így van. Játékos vagy? Kiterítem magamat, aztán fogyassza. Kedvére. Persze, mártogass csak szíve. Na tessék, melyik legyen még? Kétrészes bő pamut pizsoma, ilyen messze nem, már ember nem alszik. Kétrészes passzos pamut atléta és boxer, ebbe szerintem alszanak. Ez vagyok én. Vagy sejem boxer, pizsoma, vagy köntös, ez nem. Olyan nincs. Kétrészes passzos pamut atléta és boxer. Az a Jani.
Így mi az a kétrészes passzos pamutatlét? Mi az a kétrészes az atlét? Hosszú, hát mint a jégeralsó. Hosszú jégeralsó, hozzampoldóval. Aha. Uh-huh. A trendi feszülős hálóruha valószínűleg egy kreatív és vagány pasit rejt. Aha. De az nem trendi. Hálóruha. Most hát most akkor így hívja, igen, ez a kétrészes passzos pamutatléta és nem boxer. Trendi. Hát ezt írja. Ezt idő trendi. Tudja magáról, hogy vonzó, ettől maga biztos lesz és hihetetlenül sármos. Mire vágyik az ágyban? Nem mindenkivel bújik ágyba, a szexhez fontos számára az érzelem is, ezért taszítják a könnyű vérő lányok. Szereti a spontaneitást, de a hosszú szenvedélyes szeretkezések sincsenek ellenére. Hmm. Ki az, akit taszítanak a könnyű vérű lányok? Nem tudom. Lehet, hogy én egy olyan baráti körből. Én vagyok a kivétel. és te is, és minden férfi. Fura. Nem tudom. Hát azt gondolnám, hogy aki ilyen nagyon-nagyon passzos cuccban vonul ágyba, az szereti, hogyha... Hiú. Az hiú, és azt szereti, hogyha imádják. A könnyűvérű lányok meg imádják. Igen. A pasiakat. Alszik még palizokniban szerintetek? Szerintem egyébként rengeteg. De én szoktam. Jaj, nem akarom. De! Ne, hát ha te érdeket hagyd abban. Jó, akkor mégsem. De hogy egyszer volt, csak az sem voltam. De a kis topolzokniaidban? Ne, hogy én kis titokzokniban. De miért fázik a kis lábacskád? Nem, még titokzokni. Fázik a kis lábacskád. Miért este? A titokzokni az miért? Azért, mert ha már húzol föl zoknit, akkor miért titokzokni? De igen, a titokzokni lényege, hogy úgy vegyél cipőt, hogy ne lássák, hogy közben zokni is van rajta. De otthon azt már nem kell titkolnod. Hideg a kis lábacskád. Hideg a kis lábacskád. De figyelj, reggel leveszed, összehajtogatod a pizsamáddal együtt, és beteszed az ágy végére. Nem, megkenem, lekvállal, és megeszem. Hát persze, hát így van. És akkor szépen leteszem, és akkor... Az olyan kiábrándító egy palizokniban alszik. De miért? Hát akkor ne aludjunk többet együtt. Innen már csak egy lépés alá melegítő. Hát vegye le azt a zoknit. Hát de fázik. Hát akkor nézzes meg. Az a fura, hogy... De az igen, a keringet. Biztos, hogy keringesen már van volt. Ha lekerül a gatya? Tényleg van úgy, ja? hogy semmi nincs rajta, csak zokni? Vagy jéger alsó és zokni? Persze. A jégeralsót azt le kell, hogy vegye, nem? Vagy a jégeralsót leveszed, de csak zokni ilyen van? Hát persze, hát a műtő... Szerintem szokott fordulni. Nincs kiábrándítóbb egy palinál messzen a zokniban. Csak zokni. Az szerintem döbbenet. Uh-huh. Tehát mikor megyek zúgyni, én figyelek arra, hogy ne az legyen az utolsó, amit leveszek. Néha eljátszom a Vikinek, hogy nézd meg, mi lenne, hogy ilyen férjed lenne, aki messzen a zokniban járkálna a lakásban. Az messztelenül csak zokni. Ez előfordul, hogy csak hogy véletlenül rajta marad. Meg, mert érted, mert amikor ki kell rohannom a fürdőszobába, a síkosítóért, ott hideg a kő, nem akar, hogy megfázzon. De minek? Megint nyikorog az ajtót? Nyikorog a fürdőszoba ajtót, vagy minek az ajtót? Persze, ne adok, minek síkosító. Nem a derekam. Nyikorog a konyhaszekrény. Már nem a régi a derekam. Cseréljetek zsalút, ha megint nyikorog a konyhaszekrény. Igen, szerintem igen. És a téli ruházattal mi a helyzet? Ne aludj vele ágyban. Csíruhába, vagy mire gondolsz? Ha ne, mert tényleg azt szoktam csinálni, hogy egy a polifom jogamatraccal körbetekerem magam, és egy gumipokkal rögzít. Így biztos nem fázok. Érdekes, mert van, ami a nőknek jól lát. Például, hogy nő zokniban alszik, az szerintem cuki. Csak zokniban? Nem, most van rajta, mit tudom én, valami, és fázik a kis lábacska, és fölveszi ezeket a kicsebb, ilyen vastagabb, ilyen Garfield zokni, ilyen-olyan zokni, az tud helyes lenni. Hát én a 80-as években volt egy csomó olyan szexfilm, amiben ilyen tenisz zokni. Ah, de az nekem be is jön. Az is. De hát az fölötte... ma is bejön. Ja, így van. De ott fölötte volt valami, tehát nem csak az, hogy zokni, hanem ott a fölötte volt egy volt, kis sortocska, vagy valami. Évekkel később ez már eltűnt, mert már nem volt divatos. Nem alsz a zokniba, Feri, nyugtass meg. Nem. Kabátban meg sárma, hogy aludnék. Fura dolgokat kérdezem, magas sarkú? Már hogy magas sarkúban alszik a nő? Ez be az is de még begyinázott szex után, és már nem veszi le magáról, vagy milyen? Én kértem már ott. Soha nem aludtam még magas sarkúban nőben. De a Vikinek vannak hibája, az egyik az, hogy leveszi a cipőjét, mielőtt bejön az ágyba. Nem tudom. Furán a szocializálva. De akkor később kiszaladtak a gardrób és behozzátok. Nem, hát én kitippegek. Egy fél tűsarkú, érted? Ki? De hogy gondolt, hogy elaludjon a magas sarkuban? Igen, hát akkor mit nyalogatsz le, hogyan? Hát de azt előtte már lenyalogat. Te ilyen lábfetisit, kezdek rájönni, te ilyen lábfetisit. Szeretem egy ilyet, igen. Igen, olyan vagy, mint a Tarantino. Hogy most tartok az elnél. És akkor bejön a Móni magas sarkuban, és utána elalszik, és ott fekszik az ágyban magas sarkuban? Így van. Megjöttek te kis gólyát. Atya, és harisnya a dragon? Harisnya? A Janin? Szerintem egyébként. Most egy ideje már nem hordok. Simán előfordul. Hordtam régen harisnyát. Nem akarom. Nem, álljunk meg egy ponton. Nem akarom, hogy volt kis harisnya a dragon. Móni nem hord. És mikor volt harisnya a dragon, amikor még ilyen bekötött kesztyűvel jártál? Nem, sajnos később is. Az a baj, akkor még nekem is volt, de aztán szeretem a harisnyát, mert a jégeralshoz nagyon vastag. Nem, és akkor már nagyon ráfeszült a lábamra a kornadrágom. És azért mindig harisnyát vettem alá, mert abban jobban tudtam.
mozogni. Ez nem lenne baj, csak mondjuk, hogy 30 éves voltál, tehát ugye ez mondjuk még 12 évesen ugye nem akkora baj, mert sok akkor... Hát nem, ha 30 lettem volna, akkor már nem emlékeznék rá, szerintem én... Aris nyarnapra. Mondjuk nálad egy vetközés az azért az egy Himalája expedíció. Tehát te így kibontod magad egy ilyen harisnya, zokni, titokzokni, jégerásos, stb. Onnan egy fürdés és egy visszaöltözés. Tehát, hogy azért... Addig főz, most takarít, letakarítja az ablakokat, igen. Kiviszi, megsétáltatja a kutyát. Hát hozzád betörnek téged, nem lehetne megerőszakolni. Nem lehetne. nem lehetne könnyű. Nem lehetne hozzád rájtni. Csak ha hoznak magukkal snitzert, adjad még szűz. Nézd a titokzokni, de még harisnya, de még jégerásos, mindjárt ott vagyunk, de még így van. És Móni beállít. Ah, igen. Mi van a gyerekekkel, Júli, jól vannak? Jól. Most megjöttek a táborból? Ne, persze, és szuper jó. Most ott állnak az apjuk körül is, nézik, ahogy alszik a talapjára. Csodálják. Hát milyen? Úristen. Szuper, szuper jól sikerült. Jó volt? Iszonyú jól, és az egész tábor mennybe ment, és az egész, a két gyerekem mennybe ment, és... agyon lettek dicsérve, hogy mennyire jól viselkedik. Erről beszéltünk, ez egy bátor döntés. Na, én ezért nagyon tisztelek, hogy 5 éves gyereket, hiába van ott a bátyja, azért kettőket együtt, az de legalább önálló lesz. Annyira, hogy képzeld el, azzal jött haza a fiam, hogy futott felém az utcán, egymás karjaiba omlottunk, nagyon örültünk egymásnak, és azt mondta, hogy anya, most már nem kell, hogy velünk aludj. Mert hogy nálunk egyébként az volt, hogy az ágy végében legalább ott strázsáltam, és vártam, hogy elaludjanak. Tudom, én is ezt most sem. Már mondták, Vicky, hogy akkor most már kimehetek. Tényleg? Uh-huh. Hogy ők ezt most megoldják, igen, együtt? De Vikinek miért kell a te ágyad végében aludni? Nem félek, ha csak lámpafénye tudok elaludni. Ő is simogatja a te lábadat? Ja, abszolút. Nem, nálunk a Ben is úgy alszik el, hogy kívánja, hogy valaki legyen ott nála. És ott ülünk és várjuk, hogy elaludjon. Igen. Na jó van. De titeket akar? Ahogy, nem, valaki. Idegen, mindig behívunk valakit az utcáról. Valaki ne áramodjon nagyon, és jöjjön már, mert a gyermekem alszik, és mindig szereti valaki, üljön már egy 10 perc ide, üldögél ott. Nem személyfüggő, csak valaki. Igen, csak nem bírja az egyedüléte. Szeretetek, hogy próbababát. Igen, és akkor most már nem is mennek táborba? Most már nem, idén nem, de állítólag ez az óvónéni fog télen is csinálni. Aha. Beletígérve. Fölcsillant a szemed. Istenem, barács, hogy a gyerekek nélkül. Kicsit fölcsillant a szemed, mi? Úgyhogy talán akkor, ha lesz, akkor esetleg elküldjük őket. És a másik nagy újdonság az, hogy a fiam egyedül zuhanyzik. Úgy képzeljétek el, hogy 7 éves, és elkezdett egyedül zuhanyozni, sőt, magára csukja az ajtót. Hát akkor már kis játékok vannak. És fújkálja magát. Ajjaj, mi a? Én már 10 éve nem vagyok ihajlik, hogy... Magára zárja az ajtót. Fújkálja magát, apa parfümjével. Ja, úgy, ezt még 10 éve ezelőtt megpróbáltam, de akkor beállt a derekam, és mondtam, hogy ez a hajó elment, ennyire már nem leszek hajlékos. Kinek a fia ez, hogy ennyire szemérmes? Magára zárja az ajtót, miközben az apja meg kint alszik a karabban előre. Ne, becsukja, de hogy most már annyira önálló. Ha bizony, és akkor ott már titkok jönnek, aztán majd már szégyellős lesz előtted, aztán már majd viszed a suliba, és engedd el a kezét, meg a barátok előtt ne adjál majd puszit, mert az már kicsit kellemetlen. Igen. Aztán rányítsz majd a szobába, és te tudod, hogy mit csinált, ő csak reménykedik benne, hogy anya nem tudja, hogy én mit csináltam, de anya tudja, hogy ő mit csinált. Nem? Bizony. És el is mondja büszkén a többi szülőnek majd az óvodába. Azt is tudom, milyen. Rám is nyitottak már rám. Szóval ezt minden gyerek tudja. Nem lehet, hogy csak újdonság a gyereknek, hogy vannak már nyilászárok a házban. Végre felszereltétek. Nyitat a csukatot, de jó. Nem csak függöny. Fél tíz múlt pontosan 5 perccel jövünk mindjárt. Jó, hívjuk a naphallgatóját, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Itt vagyunk egy pici reklám után. 9 óra múlt 41 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Korra reggel a helyesírásról beszélgettünk, hogy ha az ember e-mailt ír, ugye egyre jobban elhűl, és ugye arról beszélgettünk, hogy meséltem, hogy ugye most már olyan szavakban sem vagyok biztos, mert ott vannak ezek a helyesírás javító programok, meg ezek a különböző applikációk, hogy amit még régen teljesen simán leírtam, hogy ez egyfajta kollektív hűlés, vagy ez csak rám igaz, hogy nem merek most már semmit leírni, ugye? Hát ugye beszélgetünk, hogy a fiók az most akkor pontos év, vagy elipszilonos év. Hát az ember nem tudja, hogy elipszilonos. De mindenki azt legyen, hogy a fiók az teljesen exaltált dolog. Teljesen. Így van. Hogy kinek milyen nehézséget okoz a helyesírás, erről beszélgettünk. És aztán betelefonált egy nagyon helyes kis magyar tanár, és próbára tett bennünket, de legyünk őszintén, elég könnyű dolgokat mondott, nem? Tehát nem volt olyan. Nem volt. Azt hittem, hogy nehezebb. Nem volt egy komoly iris diagnosztika, hogy ez egyiket a sorolatom. Igen. És azt is megbeszéltük arra reggel, hogy mi van akkor, ha az ember úgy ébred, hogy valamilyen dallam egyszerűen beleragad a fejébe, ezek a dallamok honnan jönnek, ha előtte 3 hónapig nem hallotta ezt a dalt, és mivel lehet kiűzni. A terápia ugye az állítólagos, hogy meg kell hallgatni ezt a dalt. Megmutatta nektek, azóta Feri már egyébként tehát betapadt. Igen, tehát újra meg kell hallgatnod. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 10 perc, pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Szevasztok. Ezen a nyáron láttam én is élőben a Full Moon színpadon. Zseniálisak.
Igen, jó. Élőben pontosan ugyanazt tudják hozni, mint az imént hallottunk. Tehát nem hallasz hamis hangot, meg vidám az egész. Tehát ott állsz és mosolyogva hallgatod. Tök jó. A falunapon is fellépnek? Persze. Hát, igen. Szerintem ahova hívják őket, oda igen, mennek. És mindenhol működik. Tehát nem az van, hogy csak a saját közönségük előtt tudnak jót alkotni, hanem mindenhol meg tudják teremteni ugyanazt a hangulatot. Csak oda van mullatós blokk. Meg ők soha nem idegeskednek a hangosítás miatt. Hangosítás miatt? Nem idegeskednek? Igen. Hát ők teljes a kapella? Teljesen? Az, semmit. Te csak mikrofonok vannak, és mindent ők csinálnak. Szájjal. Jól hangzik. Full service. Hát megvártam őket a színpad mögött, azért tudom. És több mint 10 éves banda, most nézem. Igen. Vagy pedig kiadtak néhány lemezt azelőtt, hogy megalakult a por. Mi újság volt edzeni, Csabi? Délutánra helyeztem át az edzéseket, képzeljétek. Eső nap van, vagy mi van? Eső nap van. Nem, egyszerűen most úgy érzem, hogy jobb délután, jó reggel aludni, amikor hűvös van. Egyszerűen melegben nem tudok elaludni. És reggel meg olyan jó levegő jön be, hogy én ezért nem kelek most fel. Meg kifáradsz ezzel a reggeli futással, nem? Hát fut, ez elfáradt. A tulajdonképpen, de most hát, ha délután nem fárad el, akkor már gond van azért. De érted, hát, aztán egész nap úgy jön be dolgozni, hogy fáradt. Ne, hát azért annyit nem futok, hogy ne tudjak bejönni dolgozni. Ilyen sport még nem fordult elő velem, de mondom, hogy délutánra helyeztem át ezt a futás témát. Kérdezi valaki, hogy csak egy kérdés. Elmiki elment dolgozni, vagy más csinál? Biztos, hát, hogy dolgozik. Melózik, hát nem lehet. Persze. Ilyen, nem lehet ne az, hogy valamiből élni kell, a hétvégi bulit föl kell tartani. Persze. Jön hozzánk Lellére? Azt beszéltük, hogy nem jön? Meghívtuk. Meg kéne akkor csak Mikit? Meg. Akarjuk? Akarjuk. Hát igen. Én akarom. Hogy csináljon ott egy nagy bulit? Igen. Hát, mert ő a buli kapitány. Hát nem? Én őt érzem a felvonultatott nagy nevű művészek közül egyedül vállalhatónak, úgyhogy jöjjön. Az a baj, hogy pénteken reggel nyilván dolgozik, mert most is dolgozik. Igen. Vagy nem, vagy csinál valami más. Melózik. Melózik? Melózik? Még mit csinál? Milyen jó minőségben bulizik. Hát miért megint bulizik? Nagyon nagy. Jó, csak mondom, hogyha meg akarjuk írni jövő péntekre, akkor lassan... Holnap hívjuk. Föl kell tornászni. Legyen egy belépője neki is. Ja, hogyha megvan a 100 000, akkor tud. Megvan a 100 000. Pár ezernél, nem tudom. De nem féltek attól, hogy Zolika nagyon rossz ómen volt, hiszen az egész napot elmosta. És lehet, hogy neki köszönhető. Ja, hogy az idegen felépő művészek. Aki fel tudott lépni azon az napon. Van benne valami. Tehát gyerekek, egyébként így van. Főleg az egyetlen ember, aki fölépett, Vézolika volt. Senki. Se a Tibi, se a Hien, se a Vastagék, senki. Én ezen elgondolkodnék azért. Ha, erősen. Ő nem egy biztató jel. Igen. Ugye? Na megbeszéljük. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Közben egyébként mondom, hogy Kelepelekről jött hír. Hortobágyon van a madárkórházban. Tegnap megműtötték, de jól van, és el fog tudni vonulni a többiekkel. Ó, oh, izgultam. A Kelep családdal. Egészségedre az. Só. Szó! Hello, nem írtad alá, hogy hívom? Tomi vagyok. Tomi, hol hallgatsz minket, Tomi? Pestlőrint. De most erre már hol már? Ez most nem volt komolyan. Hát a leghűségesebb hallgatói. De mit csinálsz? Itt lakom. Ott laksz? Igen. Akkor ezek szerint még nem dolgozol? Nem ott a Jani, mert ott a születni kell arra az oldalra, az Üllői útnak, én a másik felé lakom. Olyan forgalom van, hogy át se lehet menni. Nem viccel. Hát, ahol Jani lakik, az Lőrinc Beverly Hills. Hallod? A legdurvább hely. A legdurvább hely. Csak mondom, hogy én is a másik oldalra születtem, csak aztán érted. Egyszer átszöktél. Csak tanultam sokat. Igen, mert te is a mai sportra tanultam. Áramszünet volt egyszer a villamos, és akkor gyorsan át tudtál jönni a másik oldalra, szerint itt revettem. Azután jutott vissza. Igen. Na, a spanyol nyelvről is beszélgetünk, ugye, és arról, hogy az ember, ha nem tud spanyolul, akkor azért mennyire mégis jól tud beszélni spanyolul, ugye? Ha főleg az ember Spanyolországban jár, erre rá is kattan. Ugye, te azt írtad nekünk, spanyol az anyósom, házártosz. És ez a... Jézus, úristen. Én is beleszaladtam régen, mikor voltam spanyolban nyaralni. Te is? Szerintem ez a mindenki eltesik. 10 percig jó, utána nagyon fárasztó, hogy mindent így mondasz, de az a 10 perc, ezt tudsz szórakozni. El drágó a házártosz. Igen. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi, köszönöm, hogy minket hallgatsz. Köszi. Ciao. Hello, hello, hello. Na Csabikám, remek zenéid lesznek? Annyiszor belém rúgtatok már, illetve nem belém, hanem a zenéimbe, amiket hozok, hogy most én azt gondoltam, hogy
egy olyan zenét ajánlok nektek, ami tiétek. Tényleg jó. Ami a tiétek. Eddig is jókat hoztam, szerintem. Úgyhogy most nem az újdonságok közül választottam egyet, az újdonságokat azt kizárólag a hallgatóknak ajánlom, Anne Farben és Graham Kenny újdonságát, de nektek... Bee Gees, tényleg. Nektek egy Jamiroquai klasszikust ajánlok. Mert mindannyian szeretitek. De mi történt? A negyedik albumról lejátszom nektek a Kenneth Heath című slágert. Mert azt tudom, hogy ti azért oda vagytok. Jamiroquai nagyon kedveljük. Igen. Ritkán megy. De azért mellette mondom, tehát a hallgatóknak jelzem, hogy azért lesznek újdonságok is. Aha. De egy jó Jamiroquai. És aztán majd egy idő után ti is felzárkoztok. Újdonságok, régiségek. Tisztel a zenebutik lettél. Élő adás varázsa, igen. Csabikám, jól van, meghallgatjuk. 555-55-00, ez a telefonszáma, szeretnétek Csabitől dalt kérni. Jó. A Facebookon és a Morning Show-n ott van ugye a bankszámlaszám, a szemenfényei alapítvány bankszámlaszáma, ugye a Dóri házadnak tudtok segíteni. Holnap még talán nem, de szerintem pénteken mondjuk az összeget, hogy hol tartunk. Jó? És külföldről is tudtok utalni, az IBAN számot is megtaláljátok ott. Így van, minden megvan. Csabi jön a kívánságműsor, ami pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!